első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 6 óra után 12 perccel a héten utoljára itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok! Jó reggelt mindenkinek, drága hallgatóink. Itt vagyunk. Egy tapsot. Köszi szépen. Magunknak. Tényleg. Na. Meg hát, hogy mindenkinek jobban induljanak. Sok mindent még nem csináltunk, de már megérdemeljük a tapsot. Na, meg a hallgatóknak is, akik már ilyen korán itt vannak velünk. Felkeltünk, bejöttünk, miért nem csináltunk már? Hát egy csomó dolog mögöttünk van. Hát érted, néha mosogatunk, pakolgatunk, rendegzegetünk mindenféle dolgokat az Annával, úgyhogy azért nem egyszerű összerakni a cáigot így korán reggel, hogy mindenki boldog legyen aztán napközben, hogy találjanak esetleg tiszteledényeket, meg ilyeneket. Már magunk helyett, már mosogatnunk is kell, vagy ne, már takarítani, forszívozni, minden? Hát fia, úgy képzeljétek el, hogy Anna mielőtt elmegy, berakja ugye a mosatlant a gépbe, bekapcsolja, elindítja a programot. Reggel, amikor bejön, akkor meg kiveszi, kitakolja. Nincs másnak kulcsa az ajtóhoz. Aha, igen. Csak igen. Az Anna tudja kinyitni a mosogatógép nem tudják, ajtaját. Nem tudják azt a sok piktogramot, a sok összezavaró jellegű piktogramot értelmezni, amik ugye oda vannak szépen bigyeztve a gépnek az elejére. Anna az egyetlen, aki meg tudja ezt fejteni, mert ő ilyen, hogy hívják, én amatőr egyiptológus, és a hieroglifákhoz nagyon ért. Túl bonyolult a gép, és nem mernek hozzá nyúlni. Nem akarják tönkre. Jó reggel. Képzétek el ezt csak annyit, amit a Jani mond, hogy december 23-án az utolsó munkanap munkon beraktam a gépet, elindítottam. Valaki megnyitotta az ajtót, és én pakoltam ki január 11-én. Azért azt tudod? Tehát, hogy jó. Tehát, mert azért tudom ezt. Pedig addig is történt, hogy én bepakoltam. Igen. 23-án bepakoltam, elindítottam egy programot. Elmentünk Szabira. Január 11-én én vettem ki belőle mindent. Nem emlékeztem a sorrendre, mert viccesen jöttek ki, mindegy a tányér sorrend, ilyen színekbe, és kinyitottam, és mondtam, hogy jé, hát akkor kipakoljuk. Igen, ez volt január 11. Viszonylag kicsi az esélye arra, hogy ugyanúgy visszapakoltak, mert látták, hogy hát igen, ezt igen, kell színek alapján, színkódok alapján kell berakni. Én azon csodálkozom, hogy tehát azért addig is folyt a rádió belül. Nem, hát így nézegették a bögréjüket, és jó lesz ez még, hát ha nincs tiszta, nincs tiszta. Ez tényleg, ez tuti. Úgy van, ez tudod olyan, mint amikor mondjuk sütsz palacsintát, és ugye célszerű mindig ugyanabba a palacsintasütőbe sütni a palacsintát, és semmi másra nem használ. Így vannak ők is vele. Csak a bögrébe. Ettől lesz a jó krémes, hogy ott van az alján. De mi van, ha elfogynak a bögrék, akkor honnan van az utánpótlás? Ha nem pakolja senki ki a mosogatógépet. Hát itt előbb-utóbb akkor hát az elfogy. Azt az egyet elöblíted, amit ja, te egyet. Iszol, egy kicsit a csapat. Hát ha, vagy ugyanabból ugyanúgy iszik más. Ja, én nem dumálok, tehát én azért nem szólok semmit, mert én elhasználok 2-3 bögrét itt reggel, szépen azokat oda kirakom, én elviszem, és ott hagyom a mosogatógépbe. És utána egy másnap a tisztát keresem újra a szekrényben. Tehát én a másik oldalon vagyok. Tehát én nem reklamálhatok, jó, hogy... Jó, de te a felvállalós típus én vagy. Ezt tehát, abszolút ez bevállalom, én ezt abszolút. Én kiviszem magam utána a stúdióból, leteszem, és azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a maga feladata. Te nem az elsúnyogós vagy. Kávé, ivó és van, aki mosogató. De te legalább nem az elsúnyogós vagy. Én nem súnyogom el. Én oda fölrakom, jelzésértékkel a helyére onnan kivettem, de hogy használd, nem teszem vissza. Azért az aljas lenne, ezen is gondolkoztam, de azért ez feltűnő. Ezért leteszem a szekrény tetejére. De én teszem ezt abban a nyugodt hitben, hogy én azt hittem sokáig, hogy itt van takarítás. Ne. Volt valaha. Volt egy nagyon helyes néni, így aki van. Minket ide beengedett, ez nekem kinyitotta a hátsó ajtót, elvitte a bögréket, és ugye neked az volt a feladat, hogy műsort vezessél, és ne hagyják hozzá a stúdióba, tedd oda, ő elmosogat, elpakol, megcsinálj, és reggel újra kiveszed a tisztát. A kedves néni most itt előtted, furd mélyen a tekintetébe a sajátodat. Ő az. Azt, igen, én azért erre ügyelek. Mossam el a bögrét magam után. Nem kell. Ügyelek arra egyébként, megmondom őszintén, hogy tanultam már a hibáimból, azért mégiscsak azért így, ahogy te mondod, erősen B oldalon az ember már azért rájön arra, hogy hát bizony-bizony nem szabad erre nagyon rákapatni az embereket, tehát amikor nagyon nagy a rendetlenség, akkor tényleg nem bírok a véremmel, mert szűzjegybe születtem és rendszerető vagyok, de ügyelek arra, hogy ne az legyen, hogy a végén egyik reggel beszéltük a Janival, már számon kéri kvázi rajta, mi van, nem pakoltál? Igen, hát ez most sőt, jön a büntetés. Hát azért én nem kérem már számon, én pici durci vagyok, ha nincs tiszta bögre. Tehát bennem van egy ilyen, én nem tudtam, hogy eddig téged kell most már akkor foglalni. Nem engem. Én magát a rendszert hibáztattam, hogy nem volt, nincs takarítás, nem értem azokat a munkahelyeket, ahol nincs takarítás, mert hát nem vagyunk állatok, hát csak nem az, hogy körbehúzzuk, és mindenki egy hétig napos lesz, és porszívózik, tehát azért ide csak nem jutunk el. Megértem, hogy itt már semmi nincs, de hogy azért van, aki porszívózik itt ezen a munkahelyen? Nem tudom, azt én nem vettem
Szerintem nem. Én úgy látom, nem. Hogy nincs. Nem. Egyébként nem van rossz a felvetésed, ugye több mint 30-an vagyunk, havonta egyszer lennél napos. Igen. Na? Nem, heti jaj, napi bontás. Hát 30 fölött vagyunk a pár emberre, és akkor havi egyszer neked kell fölporszívózol, elmosogatsz. Hát a havi egyet még bevállalom, a tisztesség kedvéért a többiekért. Azt szívesen megcsinálom. Nem, nincsen gond egyébként, mert mondjuk olyan szinte, hogy kórokozott, még biztos, hogy nincsenek, mert a múltkor is itt hallottam ilyen picit halkan, hogy ezt a kuplerát, na húzdom ki, és elmentek a molyok. Szóval hát nem egy egyszerű dolog, nehéz eldönteni. De figyeljetek, a kukákat ki kell vinni. Ki kell? A szőnyeget föl kell porszívózni. Ki mennek maga szólna. Nincsen. Nincsen szőnyeg porszívózás. Ki viszi ki a kukákat? Ki inti? A kukát nem tudom, de a többi az semmi. Az én sörömet kikiriki, mondja. Nincsen ilyen. Itt mondom, én sokáig gyanakodtam arra, hogy ott bent abban a kis konyha vagy főző fülkében, ott valamilyen Guinness rekordra készülhet valaki, az egy csöpögtetőn elférő mosatlan kávés csészék rekordja! És a győztes! Most reggel is azért nagyon ügyes kis halom volt, tehát már a tetejére föl tornyozva. Nem egy egyszerű dolog ám. Változtatok, akkor én elhatároztam, hogy változtatok. Nem kell. Én változtatok. Én minden reggel, amikor kiveszem a bögrét, és minden adást, amikor leteszem, megköszönöm annak, aki elmosogatja. Akkor most meg nem. Jó? Ja, azt hiszem, hogy ez a változás. Én mostantól kezdve változtatok, lesz bennem egy ilyen köszönöm bárkinek, hogy van tiszta bögre, és amikor leteszem, köszönöm bárkinek, hogy elmosogatja. De jó. Ugye? Ez kicsit olyan, bögre alázat. Bennem lesz akkor bögre alázat. Kicsit olyan, mint az asztali áldás, nem? Igen. Tehát Erit kis bögrém, köszönöm annak, aki elmos. Szia kis bögrém, jó reggel, te örülök, hogy elmostak. Köszönöm neked, hogy valaki elmosott. Aki bögrét adott nekünk, annak neve legyen áldott, ámen. Így van, áld meg uram a de bögre. De akkor minden nap felém fog irányulni az imád, és ezt megköszönöm, mert pozitív energiákat küldesz az irányomra. Nekem van egy teás bögrém, van egy zabos bögrém, van egy kávés bögrém, tehát én nagy fogyasztó vagyok. Tehát én azért három bögrét elhasználok itt. Jó, ezt szerelük áld le. Ebből van a saját bögrém, az enyém felirat, illetve van a zöld belül, és kívül ilyen porcelán színű, az is most az enyém. Igen. Tiszta? Citromkarikák voltak az tiszta. Aját, hogy ki kellett belőle beleszáradt. Igen. Az én voltam tegnap, citromos teát, forró citromos teát ittam. Hát már nincs benne. Balázs zabos bögrét onnan lehet megismerni, hogy Balázs bögréjének, hogyha elemezni kell ugye az összetételet, akkor annak a legmagasabb, a lassan felhiszívódó szénhidrát tartalma, mindig van benne egy újnyi vastag zabréteg. Kicsit benne marad. Szeretlek benneteket kényeztetni, tehát nekem igen. A mi stábunkkal, de komolyan mondom, én például Ferinek is, ha hiszed, hanem minden reggel lefőzöm a kávét, oda van készítve a kis bögre. Tovább megmelegítem a mikróba, mert azért úgy elegánsabb, hogyha megfogja a Feri, még a mikrót üresen is előmelegítem. Autójából összefagyott a kis keze, és akkor meleg a bög. Én szeretem. Én az össz rádió létszámot nem szeretném kényeztetni. Ezzel remélem nem sértődnek meg a kedves kollégák. De ezt mindenki megérti. A szabos bögrét én szívesen nem. Csak nem jutunk el oda, hogy tényleg 1300-as wattos porszívóval fogunk itt napi váltásba fölporszívózni, nem? Tehát azért ide azért csak nem jutunk el. Hát akkor mindenki tegyen be 100 forintot, vagyunk 50-en, és akkor fizessünk meg valakit, aki ezt megcsinálja. Nem? Ja. Igen, ráadásul az a néni az olyan szívesen. Ő nekem nagy barátnőm volt. Igen, aranyos volt. Beengedett a hátsó bejáraton, jött, segített, ön vele nagyon jobban voltam. Hát erre is jó lesz majd a nagy app, hogyha kifejlesztik. A nagy radar. Igen, a mama radar, amit mondtam. Látod, milyen jó lenne? Így van. Hát tudom egyébként, mert jelezték amúgy, hogy vannak ilyen irányú kis tervek, azt hiszem, hogy március magasságában már lesz is egy ilyen app, úgyhogy majd akkor megnézzük, hogy itt a környékén ki ez a mama nénye, aki szívesen vállal a takarítást. És akkor... Plusz sütést nyilván. Plusz pitét, de mondjuk akkor komolyan csörték várhatók egyébként. Plusz pitét, az én hozom gyerekek bármikor, ott megvan a bérsütőm. Az a baj egyébként, én gondolkoztam ezen, hogy így a bér nagyikkal kapcsolatosan ugyanaz lesz, mint az Uberral, hogy az igazi nagyik majd tüntetni fognak. Títsák be a bér nagyik. Nem érdekel, hogy oldják meg. Igen. Úristen. Nem fizetnek áfát, érted, és egyébként igazuk van. Jézusom, és akkor én irgalmatlan, hogy hívják, háromlábú botos meg kerekesszékes csaták lesznek. Bizonyám. Ott fognak ütni bennünket. Hogy beakasztja a külön közé a botot. Na most hogy állunk bögrével? Most tudok inni egy teát?
Most túl. Jó, igen, hagyjuk el, most hagyjuk a rizsát, jó? Oké, kiparaszkodtál, van tiszta bőgre. A délutáni műszaknak a rossz, mert addigra nincs tiszta. Tehát nekünk reggel ugye még könnyebb. Minél később jössz, annál nehezebb a helyzeted, mert annál jobban elfogynak a bögrék. Hát részigazság, nem egy garnitúra van. Tehát, hogyha tele van a mosogatógép és pörög, akkor még azért van, azért itt bőségesen találkozunk. Ja, értem. Tehát van olyan pillanat, hogy mindent elfogyasztanak a kollégák. Na ez a nehéz, mert akkor mondjuk 2-3 mosogatás. Van itt, tehát, hogy nézd oda, aki keres, talál, hozom a bögrédet. Jó. Zöld? Jó. Mit kérsz bele, azt azért mondd el. Egy filtert, forró vizet, citromot. Oké. Okay. Megcsinálom, de hogy isre, megcsinálom. Egészség. Oké. Okay. Már megcsinálom, most még nem döntöttem el. Megyek, teszem a dolgom. Tudod, szívesen kényeztetlek. Hát, bennünket. Ennyi. Jaj, jó, köszönjük. A perszát végig csak. Ne, tudod, hol adod leszállva. Na, mindegy ez van. Hozok neki egy porszívót. Kinek? Annának. Annának. Hát, ki tudja, hát, amíg jó lesz valamire. Hát, de nem Anna. Vagy akkor most Anna megnyerte meg ezt is. Meg egy kötényt is, egy fejkendőt is. Ha 50-en vagyunk, akkor 50 naponta egyszer kibírom. Valaki ide vállaljon be 30 évig. És egy eredeti kakastollas porolót is hozzá. Igen. A port le tudja porolgatni. Na viszont láttam egy kis borítékot az asztalodon. Csak nem megérkeztek a VIP-belépők az agrogép showról. De megérkeztek a VIP-belépők a traktor showra, de... Úgyhogy lehet, hogy hétvégén elnézünk oda. Hétvégén megnézed Benivel a traktorokat. Kíváncsi vagyok. Ilyen drágák, köszönjük. Jó fejek. Nagyon szukik, nagyon-nagyon drágák, igen, küldtek. Küldtek belépőt a traktor sóra. Hol lesz ez pontosan? Hát gondolom, hogy Hung Expo, igen, az ilyenek ott szoktak lenni, az ilyen nagy kiállítások. Hát figyelj, ha lehet trakit vezetni, azért hát ott csapatnál egyet vele. Nem? Ez menő. D-pavilon. Mindenkire. Át a büfén, át a ruhatáron. Persze. Mindenki. Ha meg nem lehet vezetni, akkor át, hogy itt a legfeljebb felengedsz majd egy-két kéziféket. Hát ha lejtőnál. Na igen, csak a trifon kedvéért. Igen. Na, nézzük gyorsan, mit érnek a hallgatóink. Azt mondja, hogy ha bukni akarjátok a hetet, akkor hívjatok, írta valaki. Uh-huh. 405-ös úton az Albertisai vasúti felüljáró lett kamion tehenet gázolt. Rendőr kint félúton megy a forgalom, ezt Laca küldte nekünk. Te jó atya úristen. Ilyen korán kiküldték őket a legelőre? Szerencsétlen. A kamionosokat? Nem. Nem a felüljárókat. De hogy jut el egy kamion egy tehenet? Nem tudom. Nem tudom. Az a tehén valaki rossz helyen volt. Valaki rossz helyen volt. Gyanítom, hogy a kamion volt inkább. A igen, mert a tehenek azért a rutinból oda mennek, ahova tartoznak. Hát nagyon okos állat a tehén. Az egyik zöldből a másikba, és közte volt az aszfaltcsink. Igen. Látta, hogy zöld és medlegel. Szegényként. Na, mutatjuk gyorsan, mi történt velünk tegnap. Ugye felvetettük egy beküldött ajándék után, hogy mi lenne, ha találkozhatnánk önmagunkkal, és mit mondanánk saját magunknak, mert hogy a Vasas elnöke elküldte nekem, amit az nem tudom, hol van, szerintem Viki eltett. Fölrakta a Facebookra, mert láttam már valami feltette, újságban. Igen, nem, újságban már masszív like számot kaptál. Már újságban is benne volt? Képzeld, mai szaklap lehozta, de egyébként kedveset írtak. Nem is kedveset tudom. Írtak, csak az instás közönséget nem akartam elhanyagolni. Meglepő módon kedveset írt. Na mindig megkeresem. Szóval, hogy elküldtek egy 10 éves sportorvosi igazolványt, amin hát azért elég fura feje van az embernek. De mégis, ha kezedbe fogsz egy ilyen fényképet, akkor elgondolkozol azon, hogy mit üzennél saját magadnak, ha találkozhatnál akkor énettel. És mi elképzeltük ezt a szituációt, hogy az állatkertben egy zokni, szandálos kisfiú üldögél, odaülök én mellé. Ugye ő tudja, hogy én tudom, hogy ő kicsoda, de ő nem tudja, hogy én ki vagyok. És ellátom egy üzenettel. Jó, hát a kettőt mondtál volna neki, mert az első nyilván az lett volna, hogy ezt az inget ezzel a pulcsival ne. Ezt, igen, a szójanyárnak ez vetesse le veled. Ez egy. És aztán megkértük a hallgatóinkat is, hogy ők is írják meg, hogy mit üzennének saját maguknak, ha tehetnék. Fiatalkori önmaguknak. Mi lenne az az egy mondat? Hát nagyon helyes SMS-eket kaptunk. Tanulságosak is voltak. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3:47 múlt, pontosan 2 perccel. Hello mindenkinek, itt vagyunk. A hírek és egy Király Viktor. Egy Király Viktor dal után, aki visszatért Amerikából. Igen. Hát hazajött egy hazajött? Kicsit most, igen. Igen. De szerintem megy ő vissza. Megy. Mi van az amerikai karrierrel? Meg kéne hívni, beszélgetni kellene vele egy picit, nem? De. Jöjjék. Na. Jöjj, kedves Viktor, gyere be. Hát, ha hoz madárlátok kenyeret. Ajándékot, kicsi New York szobrot, bármit. Az azért nem lehet olyan egyszerű, hogy kimész Amerikába, benne volt ugye a műsorban, mindenki nagyon szerette, mindenki nagyon szurkolt neki, aztán egyszer csak ugye kiesette, akkor mindenki azt jósolta, hogy ez a fiú ez megállja a helyét a műsor nélkül is.
és akkor ott elkezdett keresni menedzsmentet magának, elkezdett haknizni, hát valószínűleg nem, ez nem működik csak így egyik pillanatra a másikra. Hát biztos, hogy nem, persze, hát ez komoly meló. Igen, plusz ugye a Magyarországon tehetséges ember, már pedig ő az, Amerikában abban a merítésben valószínűleg van még néhány ilyen. Vannak páron, van még pár százezer. Így van, tehát ezzel nem, ez csak a nagyszámok törvénye, nem akarom a Viktort ezzel leszólni. Hát én, imádom, nem. Nagyon jó énekel, de egy akkora országban valószínűleg van még ilyen több, mint itthon. Úgyhogy ott azért nehéz lehet. Meg neki ez is volt egyébként a bája vonzereje, hogy jön egy kelet-európai vagy közép-kelet-európai országból valaki, és anyanyelvi szinten beszél. Ja. Angolul nagyon jó hangja van, nagyon ki van találva, nagyon kiforrott, és hát ezért is csodálkoztak rá nagyon az ő tehetségére, meg karizmájára. Tehát de nem mutogatta a karizmát. Én mindig öltönyben láttam. Én nem láttam, hogy biceps pózna. Azt hittem, hogy ez nem számít, csak a... Na, azt mondja, hogy hát valakinek rosszabbul indul a reggel, utálom Király Viktort, elküldte nekünk. Na, jó van, akkor írd ki magadból, ez nem baj, persze, nyugodtan, ezzel abszolút nincsen. Abszolút nincsen semmi baj. Debrecenben a Sámsori út, Budai Nagyantal út kereszteződésében hármas karamból alakul a dugó, aki tud kerüljön, Zoli küldte. Trafipaxió fog déli végén a 65-ös főúton a kifelé haladókat mérik. Galaxis Gabi, drága vagy, hogy elküldted nekünk, köszönjük. Hogy állunk játékkal? 2-2, jól tudom? Igen, kiélezett a helyzet, a múlt hetet ugye elveszítettük. Nem jó, a múlt hetet elveszítettük, most 2-2 van. A múlt hetet ebben a játékban. Igen. Fekete-fehéket. Volt ez a hét, és volt a múlt. Két hetünk van eddig. Szerintem. Én ne nézzetek rám, ez a ti ügyetek, bívjátok le. Kettő, ugye? Hetek. Anna a heteket mondjad, 2-0 hétben. Igen? Igen. Aha, nem baj, lapozzunk. Jó, hát nem én dobtam. Jó, nem, csak ne várjuk meg Anát, hogy bejöjjön és elmondja, hogy igen vagy nem, mert most már sem tudjuk, hogy hol van. De ezek fontos részletek, hát ne lapozzuk, hát most azért nem tudjuk. De majd visszatérhetünk rá. Most érted, most én nem megyek úgy neki egy harcnak senki. Na jó, akkor most akkor egy picit álljon meg egy pillanatra. Jó, húzzuk be a kéziféket. Jó, ezt megnyugtatom. Most így, ha izgatottnak is látszódom, ez nem látszottál, de gyertünk. Jó. Tehát 2-0 hetek állása, és most 2-2. Én abszolút hiszek neked, nekem fogalmam nincs, hogy állunk. Na, megnézzük ki a hét utolsó játékosa. Már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, szia. Roland, ciao Roland, hello! Sziasztok! Honnan hívtál minket, Roland? Budapestről. Budapestről? És mit csinálsz, mivel foglalkozol? Én testi öröme vállalkozó, plángososok vagyunk. Hoppá, de jó. Testi öröm? Vagy mit mondtál az előtt? Testi örömökbe részesedünk. Ja, testvérem. Hol árultok lángost? A Szélkámán téren, a Fény utcai piacon. Fény utcai piac, híres Fény utcai piacon. Fölújították azt. Nincs most az ide olyan messze, hogy ne érjen ide az a lángos. Hát a múltkor már hallottuk az adásban. Nem hallani kell, tudtam mozdulni. Hallani bármit lehet. Igen, picit kivártatok, amíg egy kollega küld. Mi? Egy jó sajtos tejfölös lángosért. Nagyon hálásak tudok ám lenni. Én akár egy meccset is el tudok veszteni egy reggeliért, gyerekek. Tehát, hogy így... Abszolút megvehető, megvásárolható vagyok. Hát, de annak az ellenkező is megtörténhet. De ennek az ellenkező is megérkezett, hogy ha nyersz, akkor se érkezik meg soha az ajándékcsomag. Tehát mindenféle. Van valami nagyon speckó. Nem, mi hagyományos égi lángososok vagyunk. És mi van még a lángoson kívül? A lángoson kívül van meleg szendvicsünk, van hamburgerünk, hurkán, kolbászunk, ott Ferinek nagyon bejönne szerintem. Na, hát Üllői 102 a taxitájuk, tehát ott beteszed, itt kivesszük. Nem? Egy kicsi zacskóval elindítod a csomagot, itt taxi, én fizetem a taxit, meg vagyunk gyerekek. Észül. Kivel játszanál, Roland? Ha már nem kedvesen. Nagyon helyes. Na, felirem, indítjuk az órát. Tartsunk össze. Mehetünk? Mehetünk. 3-2 van. Fajod. Ha veszítünk, akkor küldesz lángost. Persze, veszítek. Hogy ne. Küldök nektek lángost, amilyet szeretnétek. Van különleges lángosunk. Melyik a különleges? Mit, a sajtos tejfölös? Nem, nekünk van töltött lángos.
Ugye hát, az ember arról beszél, amit szeret, bizonyám. Cepot Feri! Így nem lesz reggeli, mire mindegy. Így buktuk a reggelit, de legalább a hetet osztunk. A rohadt élet, éhesek maradunk. Mivel töltitek azt a töltött lángost? Hát van füstöltarjás jutúrósunk, akkor... Jutúrós. Füstöltarja jutúró. Hát akkor van magyaros lángosunk, az kolbásszal, irahagymával, magyar szószal, sajttal, ez mind töltött. Ezek különlegesek. Kezdjük előről a játékot. Tudod, hogy most baromi nagy forgalmad lesz, bár nem mondtuk konkrétan, hogy hol vagy, mert melyik lángosos vagy, meg lesz, de ma előzöndik a fényutcai piacot, érted? Ma mindenki ott fog nálatok sorba állni. Jó vagy, hogy most próbálsz fordítani, hogy ezért küldjön lángost. Ha más nem, érted? Ha más, hogy nem? Hát akkor milyen világ ez? Úristen, micsoda tumultus lesz, hogy gallérra ragadnak egy kis biztonságért. Hol van? Igen. Mi hol van? Lángosos! 9-re már a Navicskin van nálatok egy ilyen beszélgetés után. Ismerve őket, mindenre lecsapnak, úgyhogy... Pénztárgép, csomagoljátok ki a pénztárgép. Igen, kössük be. Na jó van. Hát, Rolikám, rövid volt köszönöm a játék. Köszönöm szépen a játékot. De jó dumáltam. Majd köszönöm. Legközelebb. Legközelebb jó, és akkor ahogy megbeszéltük, Üllői út 102. Jó? Ne feledd. Jó, kérem. Jó? Köszi. Na, tényleg, hogy olyan tréget. Szia, hello. Vángos irigy volt, éreztétek? Igen, nem akarta éreztétek? Ő ezt igazából. Azért elkezdtem szorongatni. Éreztem, hogy lángos nem lesz. Ez oké, srácok, mondjátok, úgy se küldök. Éreztem a hangján. Ő nem az a... Nem, benne ez nem fogad meg, hogy küldnek. Nekem gyanús volt a srác. Szerintem ez palacsintás volt. Egy állángos. Ez a fiú, ez nem is lángosos volt valójában. Ebben az országban most már lassan tényleg mindenki megvehető. Most pont mi maradjunk ki? Vár lángosért. Most tényleg pont mi, mondd, mi legyünk azok, akiket még semmivel se lehet. Hát, de nem lettünk azok. Az a baj, hogy nem lettünk azok. De, hát meg kellett volna. Sajnálat. Pedig mindent megtettünk azért. Sajnálat 600 forintot három darab lángosra, ami bekerülés neki mondjuk 50 forint érte. Én is úgy terveztem, hogy akkor most van ez a játék, és akkor utána elkezdünk mi is becsatlakozni a korrupció elleni harcba. De csak utána. De hát előtte még azért egy picit megpróbálunk. Na mindegy. Hát akkor maradt a teám. Lók benne a filter, citromom sincs. Megyek, csinálok egy zabot. Lekvár is elfogyott. Csak így ilyen hal. Hoztam kávétejszint. Tegnap vásároltam. Tejet is vettem volna, csak mondta Viki, nagyon sok van, úgyhogy azt nem hoztam. Kávénk van még? Az még akad. Most voltam tegnap gyerekkel vásárolni. Mondjuk abból sincs már túl sok. Az utolsó csomagot bontottam ki. De sem már nem arra gondolok, hogy vegyek-e. De tegnap vettem, voltam volna mindent, Viki mindenről lebeszélt. Ne vegyél, tejet van. De egy van, mert hoztam volna be egy csomó minden. Beszélni kell, de nyugodtan hozzad azért, nem? Miért beszél le ilyen? Én nem tudom, azt mondta, ne vegyek tejet, mert van ment 3 liter. De szerintem ő arra gondolt, hogy otthon nálatok. Nem, mondtam, hogy viszek be a rádióban. Ezért hoztam kávét egy szint. Az jó. És a kávé, az nem romlandó, azt hozhattál volna, vagy ez rövid távon. Azt elfejtettem. Aha. Tejet akartam. A tejre álltam rá nagyon. Hát mindegy. Pedig? Vannak hibáim. Pedig hozhattál volna kávé. Miért elfogyott? Na, hozok hétfőn. Igen. Ez is pörkölt. Nem, ez kávé. Jézus, a tőrése. Na, elmegyünk egy picit hírezni. Mit szóltok hozzá? Jó, legyen. Yes. Erős ez a péntek, úgy érzem, mindenkire ráfér egy kis pénis. Hogy összeálljunk kicsit. 3 perc, a 7 óra, jövünk a hírek után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel, péntek van, hello mindenkinek. Sziasztok, jó reggelt! Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. A hét utolsó napja, a január utolsó pénteke, mert hogy jön a február. Jövő héten már ilyenkor februárban. Dübörgünk 2016 karia felé. Így van, dübörgünk a kari felé, úgyhogy lassan húzhatunk. Ne. Tegnap megint ránéztem az órámra, amikor hoztam el a gyereket az oviból, illetve azután egy fél órával, mert még elmentünk ide-oda, és 17:30. Ami negyed. Na várjál, az előbb együtt robogtunk a vonaton. Igen, most ezt csak leestetek állunk. Leestetek erről? Most én egy másik kocsiban vagyok. Neked. Most átintegetetek? Uh-huh. Akkor lassítok, szálljatok át. Átszálltatok? Igen. Újra gyorsítok. Jó, oké. Okay. És most már egy vonatban tudjuk megbeszélni. 17:30-kor sötéteted. Aha! Hé! Egyet robogunk újra. Mert ennyire gyorsan, ennyire nem megy már. Bizony. Tidit, maximum. Igen, jó, majd ez a te vonatod. Megállunk, mert felső vezeték szakadás. Szóval 17:30-ig volt már világos,
és egészen kellemes tavaszi időjárás volt, úgyhogy nagyon van okunk arra, hogy 4-4,5 hónap és újra jó idő lesz. Ennyi, meg hamar elmegyünk. Szerintem tartsunk ki. Hamar eljön a jó idő. 10 fokok lesznek hétvégén, gyerekek. Az, 10, majd az. Aztán átűsz másik ember autójába, amikor mi jön a bőjtje. Az majd március. Jó, lesz, de most még a február jön. De százszónak is egy a vége, mert tényleg csak néhányat kell aludni. Mire újra felcsendül, majd a csengetjének hangja a nagyszobába, és mehetünk kibontani az ajándékokat. Bizonyán, várod már? Én már nagyon. Kinek áll még a karácsonyfája? Nekünk. Nekünk is. Nem már. Áll még a fa. Hát azon már nincs, hogy hívják, tűnlevél. Dísz már nincsen rajta. Ezért nem merjük megmozdítani rajta, de... Ott áll egy ilyen torzó. Többször beszéltük a Vikivel, hogy leszedjük? Ne. Olyan szép. Levettünk róla egy csillagszorot, és elkezdett peregni, úgyhogy nem merünk hozzányúlni egyelőre. Most úgy döntöttünk, hogy lehet, hogy meghagyjuk. Porcívozd le az ágokat. Ez nem olyan macerás, de jónak tűnik. Nem, most azon gondolkodtam, kitaláltam, hogy fogom csinálni, ugyanis mert idén a járókába tettük a fát, ahol kisgyerekes szülők vannak, ott sokan a járókába teszik, ugye, mert a járókát már kinőtte a gyerek egy évesen, viszont ha berakod a járókába, akkor a gyerek nem rántja magára a fát. Aha, de miért nem raktatok a holdkomba, akkor lehetne gurigatni a lapra. A járóka is ilyen. Most kifejlesztettem azt, hogy elhúzom az erki ajtót, tegnap lemértem, elhúzom az erki ajtót, és járókával együtt kihúzom a teraszra. Nagyon jó, gurulós járóka. Gurulós járóka. Gurulós járóka, tehát kicsit meglevegőztetem a fát, amikor szól, hogy elég neki visszaviszem. De aranyos. Ez egy tök bensőséges kapcsolat. Ez egy abszolút bensőséges kapcsolat. Ez olyan, amikor én viszem a kutyát pisilni. Így van, ez ugyanaz. Megszellőztetem, és amikor úgy döntünk, hogy elhalálozott, és elbúcsúzunk a fától, akkor kihúzom, és kint leszedjük. Nagyon jó. És akkor ott pergeti a kis tűleveleit, de már nincs vele baj a lakásban. És kint jó időben 10 fokban leszedjük a fát. Te aranyos. De mondom, még nem mertük nagyon arrébb húzni. Nálunk is a teraszon van most jelenleg, már egy hete. Még nem tudtam rávenni magam, hogy a műfenyő felszereteljem. Hát az nálatok csak meg kell találni a nejlont, amiből elővetitek december 22-én, visszacsomagolni, ezt felrakni a kredencbe, a felső szekrényre. Nem, most a nővéreméknél volt ebben az évben. Igen, megy körben? A múlt évben, persze, most náluk volt, most náluk igazi fenyő volt, úgyhogy meg is ragadnám az alkalmat és a nagy nyilvánosságot, hogy Magdika, adjátok majd vissza, jó fenyőt, jó sokba volt, jó, kölcsön adtuk, nem örökbe, köszi, puszi. Na most már nekünk is elég szomorúan néz ki a fa, úgyhogy leszedjük. Leszedjük mi is, mert ez most már tényleg maga az elmúlás. Volt rajta szaloncukor is? Visszacsomagoltad kijevés után? Nem volt rajta szaloncukor. Nem tesztem. Mi idén túl jót vettünk. Nem teszünk rá soha szaloncukrot. Túl jót vettünk, nagyon gyorsan elfogyott, basszus. Igen? Igen. Minek föltenni után a fáról edle? Mi föl se tesszük? Tehát, hogy kirehunk az asztalra egy tálba. Hogy úgy tudod-e visszacsomagolni, hogy úgy nézzen ki, mintha még lenne benne. Hát az gyerekkorban jó volt, most már felnőttként azért már nem hazudunk ennyire egymásnak, hogy ki tudod, ki ette meg a szaloncukrot, te voltál, nem te voltál. Mert gyerekként ugye nem eheted meg, és akkor visszacsomagoltad, hogy senki ne vegye észre, az anyád jött és rányomott mindegyik papírra, azt rájött, hogy mindegyik üres. Hát jó, de most már Benny csinálhatná. Valahogy nem. Nem szaloncukor. Rendes gyerek, nem szaloncukor. De legalább ott van Noel, akire lehet fogni az egészet. Ő még nem tud védekezni. Kicsit becsokizom a száját, teszek egy pici zselét a szájának a szélére, kiette meg, és ott ül a gyerek, majd szólja a zsömlét. Nem megmondtam, hogy félére akasztanak. Kis újres szaloncukor papír. Igen, nyakába teszek egy még meg nem gyűjtött csillagszorot. Mondtam, hogy ő volt. Na, nézzük gyorsan az SMS-eket. Azt mondja, hogy mit írnak nekünk hallgatóink? Mit írnak nekünk hallgatóink? Mit írnak nekünk hallgatni? Győrről mérik a kimenő forgalmat a felüljáró alatt, Mimó küldte. Komáromban a fix trafi után fekete FAV-ból mérnek, Peti küldte nekünk. Komorói, kömörői, komorői, kömörői. Elmondom az összes variációt, mert egy ékezet nélkül jött, és hát itt azért tehet a három óvetszőt. Után kamér az árokban, Kisvárda irányában. Bogrács Jani küldte nekünk. Köszönjük szépen. Velence déli 33 perc kaptuk SMS-ben. Szerintem ez jó hír, Téti írta nekünk. Ez jó. Az jó, az nagyon jó. Az ma kitett magáért a már. Vagy nem írt oda, lehet, hogy kocsival jött. M6-os, M0-as 6-os út Pest felé kamion elpusztította a jelző. Lámpát köszönjük szépen, valami Nagykovácsi felé, Adiliget után, autó a feje tetején az árokban. Nagyon nehéz észrevenni, mindenki vigyázzon. Bizonyám, beszélgetünk erről a lángosról, amit mi ma reggel nem fogunk elfogyasztani, és eszembe jutott, hogy mennyire, de nagyon finom volt ez a Panzerotti nevű olasz cucc, amit mi alsóörsön ettünk egyszer, amikor nem volt. Hozna?
Egy mentővet akartam dobni. Jó, magunknak, jó, de nem, most komolyan, hogy az milyen, az egy picit olyan, hogy a pizza meg a lángos között van félút, a töltött lángos meg a pizza között van félúton, nem is ilyen, hogy hívják, nem is ilyen kálcóna, meg nem is lángos, kettő között van, de ilyen majdnem, hogy zsírmentes, na jó, azért egy picit van benne, vagy olaj, de annyira kellemes volt, annyira finom volt, hogy egyszer ettünk valaki, ott nem tudom, ez ilyen alkalmi árus lehetett, és megkínált minket egyel-egyel, hát zseniális volt, és mind a mai napig nem felejtem el. Most honnan jutott eszedbe? Tehát neked megvan ez, hogy alsóörsön voltunk három igen, évvel ezelőtt, és együtt voltunk, és mindannyiannak mi jut az eszébe? A Panzerotti. Nagyon nagy volt, azt megjegyeztem, nagyon fincsi volt. Igen. Na, picit komolyra válthatunk, nem baj? Szerintem valami pénteken vidámkodni szoktunk, de hát mindig történik az országban valami, amiről azért kell beszélni, mert hát komoly, de muszáj róla beszélni, mert megütötte szerintem sok ember fülét, és nem lehet emellett elmenni szó nélkül. Legyen. Szerintem beszéljünk róla. Ugye, Vörösiszap katasztrófa. Hát ez, szerintem nincs ember, akit ez ne érintett volna érzékenyen. És azóta bármilyen hír jelent meg az ügyel kapcsolatban, szerintem mindenki elolvasta, hogy mi történt, hogy áll az ügy, ki az, aki már börtönben van, ki nincs börtönben. Számomra teljesen meglepő módon egyébként ennyi idő kellett, míg megszületett most ugye az elsőfokú ítélet, és hát én nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, vagy nem tudom, ti mit szóltatok hozzá, de engem újra, imáron sokat szorra megdöbbent ez az ország, az igazságszolgáltatás és minden, ami tulajdonképpen ezzel jár, vagy kellene, hogy járjon. Mert hogy ugye, hát kimondták jelen pillanatban, hogy első fokon legalábbis felmentették a Vörösiszap per vádlottjait, vagyis tulajdonképpen elmondták, hogy senki nem bűnös. 15 ember volt ugye a vádlottak padján, mindenki hazamehetett, és mindenki azt mondták, hogy nincs gond. Hát érdekes a dolog, egyrészt ez 2010-ben volt, ugye? Tehát 6 év telt el, elég hosszan vizsgálódtak a dologban, és az lett a bíróság ítélete, hogy a 90-es években elkövetett tervezési és építési hibák miatt történt a katasztrófa. Aha. Tehát konkrétan több száz ember élete tönkrement. 10 vagy 11-en meghaltak ebben a katasztrófában. Házak váltak lakhatatlanná. A Vörösiszap elöntött falut. Van, akinek minden oda lett. Van, akinek a szerettei oda lettek. Majd eltelik x év, és azt mondja a bíróság, hogy senki nem bűnös. Ugye emlékezhetünk még azokra a nyilatkozatokra, amiket akkor tettek egyébként, amikor ugye kiáramlott a Vörösiszap, rá ömlött ugye Kolontára, és elmondták, hogy a Vörösiszap nem veszélyes. Erre igen, emlékeztek hát, egyébként? Igen. Nincsenek benne az egészségre káros, szabad igen, gyökök. Emlékeztek? Igen. Mondták ezt egyébként akkor egészen elképesztő módon úgy, hogy tudod, hogy egy maró, szúrosszagú anyagról van szó, ami mérgező, amiben meg tudsz égni, amiben megsérülsz, és ami halált okozhat. Azokról az emberekről, akiket égési sülésekre ápolnak a kórházban. Igen. És hát ott van ugye rengeteg hozzátartozó, az ártatlanul meghalt, megsérült emberek ismerősei, a vele együttérzők, akik szerintem ugyanúgy, ahogy mi, akik nem vagyunk érintettek ebben a dologban, csak egyszerűen hallod, hogy micsoda fura homokszem került megint az igazságszolgáltatásba, hogy egyszerűen azt mondják, hogy hát senki nem bűnös. Ezért, mert ez egyébként megtörténhetett. Vagy elhanyagolták a biztonságot, vagy kijátszották az ellenőrzéseket. Én nem tudom pontosan igazából, de Magyarország vitathatatlanul egyik legnagyobb környezeti katasztrófája következett be. Ugye? Azon minózus napon. És x óra tárgyalás után Y mennyiségű anyaggal 5 éve elhúzódó perben kimondják rájuk az ítéletet, és azt mondják, hogy senki nem bűnös. Úgy, hát ez az eszem megáll egyébként. Azok a képek, amik akkor készültek meg, azok a filmfelvételek, mind a mai napig sokkolják az embereket. Ez az bármikor egy, nem, újra látsz egy igen, ilyen részletet. Nem hiszed igen, el, hogy ez megtörténhetett. Ahogy ömlik ki a vörös anyag, és látod, hogy nem lehet menekülni, ez olyan tempóval megy, tehát hogy nem tudsz hogy elmenekülni. Autókat, embereket, igen, állatokat sodor el, a ház teszi tönkre az életüket, hogy kényszeríti őket arra, ez a katasztrófa, hogy gyakorlatilag nulláról, előről kezdik azt az életet, amiben már valahol tartottak, hogy hozzátartozóikat veszítik el, és akkor kiderítik ezt, hogy ennyi év után, hogy senki nem bűnös, senki érte, nem felelős érte. Igen, miközben hát meg azt látod,
meg azt hallod így hétről hétre, hogy, hogy ehhez a történethez képest tényleg lehet mondani piszlicsári ügyekben emberekhez kirohan a, nem tudom, a kommandó, hátra tekerik a kezüket, megköltözik, beviszik, fejükre zsákot húznak, stb. Elítélik X, Y, X plusz évekre, és itt ebben a esetben meg nem történik semmi. Nem történik semmi, igen, az üzenete is szörnyű, és minden, hát reméljük, hogy ez másodfokon azért egy picit megváltozik, és tehát, hogy azért ilyenkor az igazságszolgáltatásban vetett hitet is oda van, igen, nem? És azt gondolod megint, hogy megúszhatják azok, akiknek valamilyen kapcsolatuk van, megúszhatják azok, akik úgy privatizálták egyébként ezt az üzemet, ahogy privatizálták, és aztán olyan dolgokat nem végeztek el rajta, amit el kellett volna, igen, végezni. Tehát legalábbis ezt olvassa az ember ugye különböző hírekben, de hát ez nonsens, hogy emberek halnak meg, és azt mondják, hogy hát igazából nincs felelős. Hát a felelős ő is, de nem tudjuk bebizonyítani, hogy most ezt ő üzemeltette, ki volt az üzemeltető, hogy volt ez most akkor pontosan, ki tehet róla, ezért nincs bűnös. Hát, hogy van ez, hogy nincs bűnös? Azért, mert ez a vörös iszap egyszer csak kiömlött, hogy nincs ez hát, egyértelműen bebizonyítva. Hát látta, hogy ugye most persze. Az az indok, hogy ez 90-es években ezt a kazettát ezt elcseszték, és azért már nem tudok senkit felelősségre vonni, viszont a mostaniakat meg nem lehet, mert nem az ő hibájuk. De hát azt azért lehetett látni, hogy szivárgott. Hát meg persze, hát üzemeltetsz egy akkor az te vagy érte a felelős. Egy olyan tározót, amiről tudod nagyon jól, hogy veszélyes anyagot tároz benne, tudod nagyon jól, hogy nincsen olyan állapotban, amilyen állapotban kellene lennie. Tudod azt is, hogy itt fél évente, vagy negyed évente, vagy évente különböző műszaki vizsgálatoknak kell ezt az építményt alávetni. Ami műszaki vizsgálatok nyilván nem azt állapítják meg, hogy egyébként minden nagyon rendben van vele, és minden nagyon fontos. És akkor ezek ellenére, ezeknek a vizsgálatoknak az ellenére te nem lépsz, nem vizsgáltatod át, nem szünteted meg, nem erősíted meg, stb. Akkor nem vagy érte felelős. Igen, tényleg elképesztő, közben mindenki azon ugye dolgozol, hogy tényleg mindened rendben legyen, rettegsz attól, hogy valamit rosszul töltesz ki, hatóság jön, megbüntet, 1 millió, 5 millió, 100 millió, börtönbe mész, nem tudom, tényleg mindenki megvan már lassan félemlítve, közben pedig azt látod, hogy aki valójában meg kéne, hogy kapjon egy ítéletet, az pedig általában megúszszák. Hát ennek szörnyen rossz az üzenete. Szörnyen rossz az üzenete, vagy valaki kisebb börtönnél, igen, bemegy 120 napra előzetesbe, meg nem tudom mennyi időre. Itt meg azért tényleg milliárdos károk vannak, emberéletek mentek tönkre, sorsok pecsételődtek meg. Hát itt a legszörnyűbb, ha valaki ebben elveszíti a családtagját, de hát igen, aki nem halt bele, annak is tönkrement az élete. Új faluba kell, új városba kell költöznie, nem ugyanaz a ház, az emlékeit. Hát persze, mindened oda van. Majd az arcodba rögnek, és azt mondják, te mondjuk, ha ott voltál érintett, vagy elmész el a tárgyalás, hogy meghallgass az ítélethozat, és azt mondják, hát senki nem bűnös. Akkor miért halt meg a gyerekek, kérdezheti az anya? Hát igen. És miért halt meg a feleségem, a nagymamám, a nagypapám, az édesapám, hát 10 ember meghalt, érted? Hát ez szörnyű, és akiktől te ezt elvárnád, és aki neked megadhatná azt a biztonságérzetet, hogy ez egy olyan ország, ahol a bűnösöket igenis elkapják, te ezt nem kapod meg. Tehát a totális elbizonytalanodás van, nem? Igen. Hiszen nem érzed azt, hogy valójában felelősségre vonható lenne az, aki felelősségre vonható, és azt csugalja, hogy az arcodba nyomják, hogyha ilyen vagy olyan ember vagy ehhez vagy ahhoz tartozol, vagy itt vagy ott van kapcsolatod, akkor tulajdonképpen bármit meg lehet úszni. Igen, de a lopott nem ott hónapokra sítre kerül. Hónapokra. Ugyanakkor meg nem egy valaki előzetesre, azért, mert mit tudom, áramot losz benn, vagy 125 napig, azt se érted, nem derült még ki, hogy mi van a Lajci ügyével. Tehát lopott, közben nincs egyfajta arányosság. De nem is példa, mert számtalan ilyet fel lehetne hozni. Például. Hát nagyon sok mindent, akik megúszszák, és akik egész egyszerűen nem mennek börtönbe. Tehát egyszerűen felháborító, és leginkább azon emberekre, akik érintettek ebben, hogy olyan szinten az arcukba röhög, és nyilván ez még nem jogerős, tehát ennek van egy másodfokú ítélethozatala majd, azért ezt még visszadobhatják, újra tárgyalhatják, előről indulhat az egész, de akkor is azért ez így ebben a formában egész és még csak azt egy kicsit megtetézni a dolgot, ugye Devecserem voltak olyanok, akik eljárást indítottak, mint magánember, mert volt egy csomó ugye, ők ugye kaptak fejenként 500 000 forint nem vagyoni kártérítést, nem vagyoni, és azért kapta fejénként 4 225 000 forintot, mert a házuk ugye értékvesztett lett. Ezzel próbálták meg kitolni a szemüket gyakorlatilag szerencsétleneknek, érted, akik ott éltek. 500 000 nem vagyoni kártérítés, az mi?
A nem vagyoni, hogy bocsánatot kérsz? Vagy hogy? Szerintem nem értem, azt se. Azt se értem, ott se értem a döntést. Igen. Na mindegy, meglátjuk, mi lesz másodfokon, igazából kíváncsi vagyok. Hát az ember azért azt várná, én nem tudom, ki a felelős, de hogy valaki azért legyen, nem? Tehát magától nem ömlik ki. Magától egy nem töltenek bele annyit, hogy az ott már ne bírja el. Valaki tudott arról. Tehát, hogy azért ez... Nem tudom. Egyértelmű. Tehát felelősség kell, hogy legyenek ennek az ügynek. De az biztos, hogy megdöbbentő. Legyen egy ilyen hír, és tátott szájjal hallgatod, vagy nézed végig a televízióban. Igen, hát tényleg megdöbbentő. Na, menjünk egy kicsit vidámabb hírrel tovább, méghozzá. Nem tudom, hallottátok, Ákos bemondta, hogy az Óbuda Békásmegyer önkormányzata félmilliós gicsadót vet neki felhúzott épületekre, amik nem illeszkednek az adott utca esztétikai egységébe, hangulatába. Mm-hmm. Ugye hát ez is érdekes egyébként, hogy ezt hol húzod meg, hogy igen, mi az, ami már gics, és mi az, ami nem. Mindenesetre a dolog érdekes. És hát ugye tudjuk azért, hogy a magyar ember ízlése nem ismer határokat. Persze, hát. És talán vannak olyan hallgatóink, akik szemeznek hosszú-hosszú évek óta egy félre sikerült, egy rosszul sikerült, vagy hát legalábbis egy általuk kevésbé szeretett olyan építménnyel, amit felhúztak az orruk elé. Uh-huh. Gondolok itt az ugró, nem tudom, vizetköplő kőoroszlánokra, a gipstukkós, rózsaszín, furatetővel ellátott, műmárványoszlopos házakra, és mindenre, amit nem akarsz nézni, de mégis megépít. Persze, szemben. Na hát ilyen építményeket keresünk. Jó, egy másik kérdés, ez talán egy másik kérdésnek, vagy a másik beszélgetésnek a témája lehetne, hogy vajon eleve hogy építhetnek fel ilyen házakat. Hogy adnak mert, a rengedét, igen, mert ja, hogy fura, tehát hogy nem adnánk ki engedélyt ezekre a házakra, építési engedélyt, akkor nem születnének ilyenek, vagy nem épülnének fel ilyenek a kerületben, és akkor utólag nem kéne rájuk gicsadot kivetni. De az tény egyébként, hogy picit meglepő, amikor ilyen kis 70-es évekbeli kocka házak között megjelenik egy ilyen helyi burzsal arab. Igen, a helyi menő vállalkozó. 44-es út, megyek haza anyámhoz Öcsödön keresztül, ahol egy nagyon aranyos rendezett kicsi település, mész, és a település közepén, ha megyek Békésebe felé, jobb oldalra van a tornyos palota, ott valószínűleg van egy kislány, akinek megépítették a tornyot, ahova ő nem tudom, hogy bezárkózott-e, rózsaszín. Ne, hát így dögöljek meg, rózsaszín az egész ház. És van egy torony rajta, most egyébként még egy másikat építettek, az a falunk kívül van, ez egy valami nagy birtok, de ott szintén ez a kerek torony, kis ablakkal, és egy ilyen... Város, vagy nagy akciós volt a rózsaszín. Vagy lehet, hogy az utolcsó festék. Igen, egészen elképesztő dolgokat lát az ember, igen. Már ugye a színe is, amit nem tudsz értelmezni, tehát ez a halvány rózsaszín házszín, ami kicsit lilába úszik, kicsit a napfény megcsillal rajta, az is olyan érdekes. A zöldnek is vannak szép árnyalatai, és kevésbé szép árnyalatai. És hát igen, a tényleg értelmezhetetlen gics, amit néha sokan úgy gondolnak, hogy ettől lesz szép. Márványos Grádics, két oldalt, két hátsó lába pipiskedő oroszlánnal. Hát, vizetköpő, szökőkúta. Igen, de a szökőkúta nem túl nagy a ház meg a kerítés közötti távolság, mert hogy nyilván a beépítési szabványokat sem nagyon vették figyelembe, amikor a házat ráépítették, tehát alig maradt azt a kis zöld részt, vagy földes részt, ami még lehetett volna, meg ami még egy picit alá javíthatott volna az összképen, azt is leburkolják természetesen térkővel, és akkor a ház és a kerítés közé beszuszakolnak egy aránytalanul és indokolatlanul nagy szökőkutát. Mert hogy miért ne? Mondjuk nekem a kedvencem, az nem kifejezetten a mai időköz kapcsolódik már, de biztos ti is láttatok már olyan házakat, ez is kis, ezek a kis 70-es évekbeli kockaházak, ott olyan sok variáció nem volt. De hozzá lehetett jutni egy kevés tükörcsempéhez. Jó, és be volt rakva így. És az ablakok szépen körbe, meg fel voltak díszítve, vagy szörbe, egy körbe ilyen, mint a képkeret, ilyen kis tükörcsempékkel, és megálltál a ház előtt, és még a hajadat is megigazíthattad, ha még volt. Úgy, hogy ránéztél a háznak a homlokzatára. Egyébként tényleg voltak ilyen. Nekem az egyik ilyen kedvenc házam, lehet, hogy már nincsen meg, egyébként Hollókő határában volt, és abban az időszakban én imádtam, mert amikor mentünk mindig megnézni, világörökség része. Érted? Gyönyörű falu, gyönyörű vár, és ha bementél a főutcán, és akkor gyokkész felül ott láttál egy ilyen házat. Nem tudom, hogy megvan-e még, én már megtartanám. És az a szép, amikor ezek a házak úgy vannak, hogy ugye elindulsz, és akkor balra bekezd egy narancssárgával, utána átúszik a következő rózsaszínbe, jobbról jön a zöld, két zöld, utána elhúz a rózsaszín. Picit így mindenki dobálgatta az aguászt. Rá. Igen? Balra ráfesti a nagyon ronda citromsárgát, de azt a lehetetlen citromsárgát, mert nem tudod, hogy a festő nézte el, de ha már annyit kikevert fölvi,
elvitte, vagy nem volt ott a tulaj, és azt mondta a festő, akarta a fejét. Jó lesz, Gazi? Vigyük föl, mindegy. Annyi van belőle, figyelj. Felvitte, és akkor elindul, és az egész falu vagy városrész egy ilyen fura, lehetetlen színpompában úszik. Aztán valaki mondja, hogy jó, elég ebből, húz egy nagyon durva narancssárgát, megvan, brutál gifstukkó, brutál mindenféle oszlopokkal, és ez így szépen megy. Elképesztő. Na, drága hallgatók, ezt írjátok meg nekünk, hogy veletek szemben, mellettetek, alattatok, fölöttetek, kiépített, mit épített, hogy néz ki? Hogy kell elképzelni? Írjátok meg nekünk. Írjátok, ha van meg igazán gicses épület, írjátok építménye. Azt a csodát, hogy nektek is van a környéken olyan ház, ami úgy néz ki, mint egy ilyen kifordított barokk templom, mert hogy kívül van rajta 30 darab angyalka. A tornyosokat nagyon szeretem. Az a legjobb. Csodálatosak. És amikor ugye, hát ugye nincsen messze karácsony, amikor ezek fel vannak díszítve mindenféle ilyen füzérekkel, meg égősorokkal, és megállsz előtte, és el nem tudod képzelni, hogy abban a magasságban, meg abban a mennyiségben, hogy tudták felrakni. Egy csoda. Igen, igen, tényleg elképesztő. Na, várjuk az SMS-eket, jó? Írjátok meg nekünk, hogy illetve a fotókat is kérhetik, azt tudjuk egyből látni, ha elküldik nekünk. Hát csak ez nincs még korán, bocsánat. Tessék? Ez még nincs még korán. Jó, hogy fotókat nézegessünk, azért értenek a felkállítani. Csak gicses házakra gondoltam. Jó, írjátok le, hogy néz ki, jó? 7:30 pontosan, Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a hírek után. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz, 5 perc múlva jó reggelt. Kívánom mindenkinek, itt vagyunk. Azt nézem, hogy mi a helyzet az utakon. Van-e friss közlekedési hírünk? Küldtek-e valamit a hallgatók? 55-ösön Szeged-Muralom között a forgalommal szemben rendőr. Bécsi rendszámú Rover, 3 migráns az útszélén ül. Először azt hittem, filmet forgatnak. Nem tudjuk, mi történik. Győrben mérik a kimenő forgalmat a felüljáró alatt, valamint Komáromban a fix trafi után fekete Volkswagenből mérnek. Peti küldte nekünk, valamint Nagykovácsi felé Adiliget után autó a feltetején az árokban, nagyon nehéz észrevenni, mindenki vigyázzon. Na, mi pedig ugye gicses épületeket keresünk, mert hogy azt gondoljuk, hogy mindenki szomszédságában van ilyen, ugye Óbuda Békásmegyer önkormányzata félmilliós gicsadót vett neki az újonnan felhúzott épületekre, amik nem illeszkednek az adott utca esztétikai egységébe, hangulatából, ha lehet így mondani. A kérdés, hogy mi a mérce, ugye, vagy ki dönti el, hogy ez már túl gicses, fizessél, ez még belefér, mi az, ami... Ugye, hát ez ízlés, erről nehéz vitatkozni, hogy kinek mi tetszik. Bizony. Hát itt nincs, ez nem egy objektív dolog, ez mindenki máshogy gondolja. Mindenki másért szeret egy bizonyos szint, vagy egy ugrókő oroszlát, vagy a vízköpő kisfiút, vagy nem tudom. Szóval, hát vannak érdekes építmények minden esetben. Tehát, hogy egy pár lennénk mondjuk Kelemen Annával, biztos sokat szivakodnánk. Hát van, amin nem. Hogy mi? Ja, igen, de van, amin igen. Már a színeken. Ah, igen. Nagyon sokan én a konkrét településeket, hogy oda egyszer érdemes lenne ellátogatni. Sárkeresztúrt írják nagyon sokan. Csodás házak, lila-sárga rózsaszín, a legrégitóbb félléből, és a kerítések tetén 10-20 oroszlán csücsül házban. Féljétek, ott egy utcát írjatok már, mert akkor meg is tudjuk nézni. Meg tudjuk nézni, igen, hogy melyik utcáról van szó, igen. A legszebb, amikor ezek a színek egyszerre elnek meg egy házon belül. Ezt Ricsi. Hát ott nehéz volt a döntés, és sokfele húzott a család, nem? Igen. Én egyébként Romániában láttam ilyen házakat, az egész egyszerűen elképesztő. Igen, hát ez legendás, ez a Bánfi Hunyadi. Bánfi Hunyadi, így van, amikor mész, és egy mercielek vannak a háztetőn, és én egymásra rakott kicsit ferdén elkészült több emeletes házak, full mercielekkel, meg mindent kirakva, az elképesztő. Igen, rágyógyultak a Walt Disney filmek főcímére. Igen. Azt mondja, hogy nálunk a faluban él egy férfi, hatalmas pipacs piros házban, a kerítés előtt, mögött a házon, a teraszon, mindenhol, minden méretben fehér, gipszerű oroszlán és delfin szobrokat csodálhatunk. Ugye ez a legszebb, amikor ez a környezetedben van. Félelmetes, írja egy hallgató. Azt mondja, hogy
Borsodi kis településben az utcaképből kikandikál egy ház, ennek a kerítés oszlopain oroszlánok pihennek szintén, és a kovácsolt kapu megcsillanó méteres rézdollár jelek. Júj, de jó, te! Júj! Mert bevonza ő. Ezt hogy hívják, amikor így rendezett be a lakást? Hogy a feng shui szerint valahogy? Feng shui, feng shui, igen. Kapun a dollár. A méteres rézdollár jelek. Nagyon, hát nagyon szép lesz. Ott csillanó. Ahogy megcsillan rajta a fény. Ott a világpiacon történő változások, amikor megfelelően cserélgetik, hogy az emblémákat, mint amely időnként fontra, euróra, attól függően, hogy éppen mi. De oké, de a szint azt kidönti el? Tehát, hogy ott nincs egy festő, aki lebeszél éről, és azt mondja, hogy figyelj, nincs. Hát tehát ott jön a vállalkozó, azt mondja, én házom úgy festem ki, hogy akarom. De hát azért a két színről érzed, hogy megy egymáshoz. Hát hogy tudsz összetenni? Nem akarsz vitatkozni, annyi a lóvé. Oké, nem a festő, de a tulaj viszont nem érzi? Nem. Tehát ugye a pénz meg az ízlés azért sokszor nem jár. Uh-huh. Sokszor nem jár együtt. Vállalkozó, ahol lakom, két telek egyben nyitva. Tornyok, az egyik ház tetején sötét zöld, a másik sötét kék, közötte rózsaszín medence. A látvány gyönyörködtet. Google Map és minden házat meg tudtok nézni, csak cím kell hozzá. Persze, csak írjatok címeket, legalább egy utcanevet, vagy a falunak a nevét, tehát ezt most így beírod nekünk, hogy Google Map meg tudunk nézni, ha nem mondod el, hova nem tudjuk megnézni. Ezt a részét mi is megfejtettük. Ezt köszönjük már csak szépen. Igen. Csak egy utcanevet létszi, mert én itt bolyongok egyébként Sárkeresztúron jelenleg is. Igen. És milyen? Kies. Vannak érdekességek. A szembeszomszédom előkertjében 71 darab kerti törpe van, ami között nem a törpék számával van gond, hogy mennyi hófehérke, hanem van 6 szűzmárja is. Ja, hát érted. Ez hogy? Tehát kicsit más a törpék száma, más a hófehérke száma. Oké, nekem ez a kerti törpe jelenség, és én ezt soha nem fogom megérteni, hogy a gicsnek a nem is tudom milyen. Na meg így, hogy 70 van belőle. De minek raksz te a kertedbe kert, és akkor áldogálnak, és néznek rá, és az szép. Igen. Művészi alkotás. Egy jó kézzel festett. Jó, mondjuk őszintén szóval, tehát, hogy van egy bizonyos mennyiség, amikortól, vagy amitől már nincsen különbség, mondjuk 70 darab kerti törpe, meg 60 darab turulmadár, meg kopjafa között sem. Persze, egy idő után teljesen mindegy, igen. Hozzánk épült szemben egy ronda narancsárga társaság, piros tetővel, az narancsárga piros tetővel, tehát azt így képzeld magad elé. Az ablakok a kertünk felé néznek, és teljesen be lehet látni hozzánk. Már látom, hogy szemben távcsőben figyelnek minket, Balázs küldte nekünk. Nálunk a szomszéd piros-fehér-zöldre festette a kerítést. Jézus nem Isten, de csempézett tudom. Alapot is hozzá, meg a házat is lefestette, nagyon szép lett. Nem. Egy 800 fős kisfaluban lakom, a szembe szomszédom egy gazdag német orvos, 1 milliárdból épített szinte palotát. A macskának külön lakás része van, a lakáson belül van szökőkút. A macskának külön kis házikója van, az milyen? Azt mondja, hogy Diósd családi ház, görög fehér, kék teraszos, tapasztott ház. De ezt tudom, hol van. Ezt láttam én is. Görög igen, stílusú. Abszolút. Jó, annyi, egyébként nem is ki rosszul, csak annyira kiugrik. Mert sok ilyen van, nem tudom, a Santorini szigetén, akkor nincs vele baj, de ott egy picit fura, igen. Évekig néztem egy házat, aminek hatalmas márvány oszlopai voltak, majd később rájöttem, mert hogy ez nem igazi, mert elkezdett lejönni a matrica. Betonoszlop is igazi márvány. Azt a mindenségit neki. Azt a mindenségit neki. Jani, nagykarácsony Mikulás ház felé baktattunk, és leesett az állam családi ház falába egy repülőgép belefúródva. Jézus már. Az már valami. Atya úr. Tudod, hogy megépített a repülőgép, mint a beleállt volna a házba? Igen. Hogy a család túlélte a repülőgép szerencsére. Mi az üzenet? A pasi pilóta? Vagy mi ezt is túléljük? Nagy szerelme. Nagy szerelme a repülés, ezért tegyünk oda egy repülőt, ami belefúrod a házba? Vagy mit tudom, helyi termelő szövetkezetből olcsóan hozzájutott egy ankerteshez. Permetezőgép fele. Leselejtőzték. Igen, mert le volt esetleg egy baleset, megmaradt a jobbik felét, pedig megmásolta a rossz elégednek ott hagyta. Folytatódik az SMS, udvaron kertító. Munkás rucis, embernagyságú bábú pecázik. De nagyon jó. Nagyon szeretem. A repcsi peca. Bátog ember vár a kapuban. Azért ott van baj. Ott egy, nem? Hát egy önjelölt képzőművész az illető. Ő mit csinál? Ő pecázik. És az miért nem mozog? És a kapálónéni, ő az anyám. És a bátog ember, hogy belépsz, hogy fogad a bátog ember. Hogy? Atya úristen, 500 négyzetméteres telek, 300 négyzetméteres, egyszintes, tornyos, fémcsipkékkel díszített palota. Udvar fulltérkő, díszkuttal, gipsz állatokkal. Szolnok belvárosához közeli utca. Puszikata.
Azért vannak itt is szép történetek. És az miért, amikor ezt megépítik, és neked azt kell nézni? Ugye? Hát igen. Az a szép, hogy ezt valaki egyszer csak úgy dönt, hogy beépíti veled szembe, és onnantól kezdve te szeretsz ott lakni, szereted a helyet, de valami olyan förmedvényre nézel, meg kell vele barátkozni. Üres telek volt, még az elején örülsz is, hogy végre beépítik, nem lesz ilyen fokhíjas az utca, eddig csak a gaz volt, és aztán ahogy nő ki, látsz, az, hogy fönt vagy a Google Maps-en? Fönt vagy? Nagykanizsa Palin, Herkules utca, Boroka utca sarka. Azt kell megnézni. Nagykanizsa Herkules Boroka. Nagykanizsa Palin. Nagykanizsa kötője Palin, tehát gondolom az a köztes település, hogy a kettő között. Herkules utca, Boroka utca sarka. Szólj, ha megvan. Megkeresem. Kecskemét felől menjetek be Kiskuhalasra, és pár száz méter múlva jobbra található a legnagyobb gicsbolt az országban. Hát Laci, köszönjük szépen, csak mi most gicses házakat keresünk. Azt mondja, hogy félbevágott kádban Szűz Mária. Mindig magasfokú ízlés. Igen, mert ugye fel kell tenned a falra a kádat. Ez egy flex. Föl és belerakod a ízét. Azért ezek nagyon szépek. Figyelj, Herkules utca, mi a másik, aminek a sarkában? Azt mondja, hogy nézd meg. Herkules utcában már Herkules utca, Boroka utca sarka. Keresem, jó, mindjárt. Illetve írja még valaki, hogy a Dózsa-György úton menjünk végig Sárkeresztúron a főút mentén. Jó. Jó, azt is megnézzük. Na, Herkules, Boroka, sarok. Dollárjeles ház Mucsonyókai útban van. Jó. Nálunk a ház úgy néz ki, hogy kék-fehér kerítéssel van rajta, tömötten műkacsák. Ülnek a kerítésen a műkacsak? A kacsák. A ház is kék-fehér. Bejárat körül egész évben fényfüzér. Atya úristen. Keszthely az Álványos ház, mindenki tudja. Az építkezés évek óta tart. Károljunk a tulaj szerint milliókat veszt, ha leszedi. De mit? Mit? A pasi fullgazdag egyik évben díszítést szervezett a helyi lakosság, színes szalagokat kötöttek az állványokra. Borzol. Meg vagy a Herkules utca, Boroka sarkán? Hát nem olyan kirívó. Nem olyan kirívó. Ez nem. Ez egy ilyen hegyes tetejű épület. Lila és zöld ablakokkal. Talán a lila keret egy picit fura így az ablakokon. Viszonylag sok nyílászáró van, meg sok ablak van rajta, sok ajtó, és mindegyik ilyen lila keretben van foglalva. Hát ott itt... Sütött a nap, mikor fotóztál. Ennél még azt is el tudom képzelni, hogy a festő volt az, aki azt mondta, hogy ez a trend. Mert volt még otthon neki belőle, igen, hogy ízel egy 40 liter. Csavart, igen, Balázs, nálatok T-rexek ülnek a kerítésen, nem? De abszolút. Merciele T-rexek, igen. És dollár jelek, igen. A Sárbogár felé Sárkeresztút is meg kell nézni. Azt mondják, hogy az is nagyon szép. Igen. De mondom, tehát, hogy ahogy azt mondtuk egyébként a beszélgetésünk az elején, nem lenne ez probléma, hogyha nem szüntették volna meg tényleg azt a gyakorlatot, hogy be kell kopogtatni a helyi önkormányzathoz, bemutatni az építési terveket, és aztán pedig valamilyen szakértő vagy hozzáértő ember nyomja rá, vagy nyomta rá korábban ugye a stemplit, most már ez nincs. Most bármit, én kitám, hogy építeni akarok, akkor puf, csinálom, kész. Aztán ennyi. Hát, nem tudom. Véleményezést se kell kérni. Bár, de azért nem, ez biztos valamit azért csak kell, nem? Hát, hogy mennyit építesz be a telekről, lesz az beépíthetőség. Hát arra van egy százalék. Van egy százalékod, meg hát... Jó, igen. Lesz? Nem. És így? Így már, igen. Így már fordítok rajt. Na, játszunk, jó? Itt van már is játékosunk a kérdés. Mit mond óram? Visszafelé beszélünk. Művész hevére a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjellánk, mi me? Aki válaszol... Halló! Sziasztok, Ina! Ina, hello! Ina, Ani? Jól mondom? Igen. Ani, ez egy becenév, nem? Igen, az Anikónak a beceneve. Anikó beceneve, hello, Ani, honnan hívtál minket? Hajdúsámsonból. Hajdúsámson. És mit csinálsz, mivel foglalkozol? Hát sokkal nyugdíjas vagyok, mert én látássérült vagyok, de takarítok délutánonként egy cégnél. Egy ebdeteni cégnél. Te vagy a mi emberünk. Kár, hogy messze vagy, mert ide is egy ilyen rendes asszony kéne. Igen, gondoltam rátok. Igen, hát minden nap elbumlizni Debrecenből idáig, azt nem tudjuk. Az nagyobb meló ilyen. Egy darab híres emberünk maradt. Igen. Összesen. Ezt tudom neked felajánlani. Mindent elhasználtak a hallgatók. Ugye a pénteki játékosnak egy kicsit mindig nehezebb, mert azt tudják választani, ami maradt. Neki menjünk. Így van. Mehetünk? Igen. Van, aki segít? Nincs, egyedül vagyok már itthon, mindenki elment. Jó, édesem. Na jó, megoldjuk, jó? Figyelj!
Indítjuk az órát, fél perc, figyelj, mutatom. Retépítszek. Még egyszer. Retépítszek. Ittszeg. Ja. Ittszeg. Retép, ittszeg. Retép, ittszeg. Na, mondj valami gyorsan. Ittszeg, mi lehet a visszafele? Gergel. Ittszeg. Retép, ittszeg. Retép, ittszeg. Most. Na, most még egyszer. Még egyszer, mert nem hallottuk. Mit mondtál? Egerszegi? Ne. Nem. Nem, nagyon messze. Ittszeg. Ittszeg. Retépítszeg. Retépítszeg. Geszti Péter. Jó, Geszti Péter. Retépítszeg. Ezt mondtál, nem volt annyira nagyon nehéz. Nagyon izgultam, és majdnem mindig kitalálom. A tegnapi szólásmondás volt egy kicsit nekem is húzósabb. Nem baj, majd legközelebb. Izgultál nagyon? Igen. Na, szegénykém. Igen, pedig egyébként nem volt nehéz. Nem, így utólag halva biztos, tényleg nem volt az. Meg sokszor el is mondtuk, úgyhogy még mi is mondtuk, hogy van fordítva. Na. Nagyon szépen köszönöm, nem baj, játszottam veletek, végre egyszer már tudtunk játszani. Régóta próbálkoztál? Igen. De még soha nem sikerült, most sikerült. Nem baj, majd legközelebb. Puszilunk, köszönjük. Köszönöm szépen, sziasztok. Szia, jó egészséget, jó munkát, Jani. Hello. Ciao. 5 perc a pontosan 9, nem, annyi még nincs bali. 5 perc a pontosan 8 óra, nekifutok újra. Jövünk Ákos idejük. Morning Show. Az első és egyetlen Morning Show. Garantáltan a legklasszabb dolog az éterben. 8 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Hello, drága hallgató. Péntek van, mindenkinek kitartás, a hét egyik legjobb napja talán. Reméljük sokaknak ugyan ezt jelenti a péntek, hiszen jön a hétvége. Mindenki tud egy kicsit pihengetni, hát kivéve az, aki ugye nyilván dolgozik, de a nagy többség reméljük, hogy azért pihen, úgyhogy már csak ezt a napot kell átvészelni. Na mi van, te kis futár? Semmi, a Fényutcai piacra kaptunk egy levelet kis Ferenc ügyvezetőtől, kedves Balázs Jani. Igazából nagyon kedves hangvételű levél. Azt mondja, hogy valamiféle lángosokat küldött, és hogy ezeket fogyasztjuk egészséggel, és a munkánkhoz további sok sikert kíván, és hát ennyi. Utoljárat a taxi ki van fizetve. Ezt külön köszönjük szépen. Nagyon jó fejek, nagyon szépen köszönjük. Hát gyakorlatilag kaptunk egy atya úristen, egy szatyor lángos, és nagyon aranyos volt egyébként a taxis úr, aki hozta, mert az a búcsúzott el. Nekem semmi bajom az ügyberesünkkel. Nagyon jó arc. Tök jó arc. Sajnos ezt nem mindenki gondolja így, ahogy hallottuk itt az elmúlt hetekben. Köszönjük szépen, drágák. Tényleg nem tarháltunk, ugye? Egyáltalán elmondtuk, hogy nem volt azért. Arról, hogy itt mi hagynánk magunkat megvesztegetni, esetleg azért nyerhet valaki játékban, mert a cserébe küldve, amit ráadásul hál' Isten kikapott, tehát hogy nem áll fent az, hogy most mi hagytuk nyerni, és egy ajándékcsomagért ugye lángost küldött nekünk, mert elvesztette a játékot, úgyhogy tiszták vagyunk. Ne küld neki ajándékcsomagot, Jani! Jó, tiszták vagyunk. Na, gyorsan egy-két SMS, hogy mi helyzet az utakon, megnézzük. Újszás, ja nem, ez jó, most egy párat lehet befokolvasni, mert még a témához is jönnek. Ugye csak mindegyik úgy kezdődik, hogy 16., 7., 8. kerület. Úgyhogy próbálok szelektálni. M3-ason mérnek Pest felé a szurikáták a 213-as Kavicsnál. Rikó és Marcsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán az M6-oson a 84-es kilométerénél Pécs felé készülnek fotózni. Vigyázom mindenki. Győrben mérik a kimenő forgalmat a felüljáró alatt. Ezt Mimo üzente. Valamint Komáromban a fix trafi után szintén mérnek még. Csak hogy izgalmasabb legyen, egy fekete Volkswagenből Peti küldte nekünk. Nagykovácsi felé Adiliget után autó a feje tetején az árokban, nehéz észrevenni, mindenki vigyázzon, valamint Siófok déli végén a 65-ös főúton a kifelé haladókat is mérik. Ezt Galaxis Gabi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Sokat Rafi ma újra. Sokan mérnek. Na, nem tudom, hallottátok el, biztos hallottátok, mert nagyon jól informáltak vagytok, hogy hétvégén lesz a Koffein ünnepe. Hát ezt még nem hallottam. Igen? De lassan mindennek van ünnepe. Hétvégén megünnepeljük a hétvégét, hétvégének lesz hétvége ünnepe. A Koffein ünnepe lesz hétvégén, ami arról szól, hogy rengeteg olyan rendezvény lesz, ahol hát te igazából egy ilyen multikulturális ünnep keretein belül megünnepelheted a Koffeint.
Akkor és ez az nem... a koffein által okozott örömöket nyilván. Aha, akkor ez nem egy spontán ünnep, ami annak a felmérésnek szól, amit nemrégiben egy Egyesült Államokban végeztek egy tudós csoport, aki kijelentették, hogy a koffeinek már pedig semmiféle hatással nincsen a szívre, olyan tekintetben, hogy nem jár semmiféle szívbetegséggel, bármennyit ihatsz belőle. Nyilván ezt a vizsgálatot különböző kávéforgalmazó cégek szponzorálva. De rossz ugyanazt a hírt neki. El tudod olvasni többféleképpen. Napi egy csésze kávéval 100 évig él. Napi két csésze kávéval 20 évvel korábban meghalsz. Nem tudod már, hogy mi az igazság igazából. Égyomorra iszod a kávét, epeköved lesz. Ihatod égyomorra, nem árt jót tesz az agynak. Nem tudod már, hogy mi az igazság. Itt minden esetre nem csak a kávéról van szó, hanem minden, ami ugye koffein tartalmaz, a teáktól elkezdve, a csokoládén keresztül, akkor lehet ez ünnepelni. Ünnep, nem kávé. Ez a koffein ünnep. Így van. Ahogy mondtam már egy de már új kávénál leragadtam, ne haragudj. Nem teázom, mondom. Koffein ünnepe. Na, és ezért nekünk vendégünk van itt a stúdióban, aki volt már nálunk néhány évvel ezelőtt, és azt a beszélgetést is nagyon szerettük. Tóth Zoltán barista. Hello Zoli, jó reggelt kívánunk. Ciao. Jó reggelt. Valaki nem tudja, mit jelent a barista, az azt várt, hogy azt mondta, hogy na, ugye te voltál nálunk néhány évvel ezelőtt, és szenzációs dolgokat hoztál akkor magaddal, és most is éppen érkeztél valahonnan. Úgy van, Svédországból. Mit csináltál Svédországban? Egy kis szakmai túrán voltam kint főnökömmel, egy kis továbbképzésen, kis eszmecserén. A híres svéd kávéültetvények. A híres svéd trópusi vidéket. Igen, abszolút. A későn érő svéd kávé. Sokan meglepődnek ilyenkor, hogy Svédországban kávé? Hát hogy? Hát nem is értem, hogy Svédországból hogy jöhet jó minőségű kávé. De akkor jöhet. Van rá magyarázat. Természetesen nem ott terem, tehát nem ott termesztik, ugye a trópusi vidékeket szereti maga a kávécserje, a trópusi éghajlatot, de Svédországban van az egyik leghíresebb pörkölő mester, akitől viszont abszolút prémium minőségű kávékat és teákat hoztunk és forgalmazunk. Pörkölő mester? Uh-huh. El kell hozzá menni egy ilyen templomszerű építménybe. Ózon pörkölzen. Ózon pörkölzen. Nagyon hideg van, és nagyon sokat pörkölzen. Haja menjen innen, és porhó hess innen, és akkor meg tudod látogatni a nagy szentélyben az öreg pörkölőmestert, aki hát, megjelenik. Hát nem is pontosan így, csak... de valami ilyesmi, igen, van egy nagyon szép kis koncepciós üzletük, ahol lehet kóstolgatni, tesztelgetni, kávét inni, meg van a protokoll, nem nézhetsz rá, csak térdre csúszhatsz. Hátat nem fordíthatsz neki. És talán ennyire nem szigorú gondolat. És az öreg is megjelenik, vagy csak a termékeit tudod megkóstolni, nem, vagy ott van ő is? Van, igen? Természetesen. És mitől igen, ennyire igen. Penge? Elég régóta foglalkozik ezzel a területtel, ugye van, sokan nem tudják. Sokan nem tudják, de kávéfogyasztási szinten a svédek, vagy mondanám inkább úgy, hogy az északi népek, a finnek, a svédek, a norvégok abszolút a top. Tehát ez a, ha perfőre lebontanám, nagyon szakmaiba, akkor ilyen 12 kiló perfő, kiló kávé egy évben, amit elfogyasztanak. Ez hazai viszonylatban ilyen 1-2 kiló közé tehető, tehát jóval több az a mennyiség és minőség, amit ők isznak. Hát hosszú és sötét a tél, valahogy évre elmarad. Részben. Bizony, igen. Az északi népek, a svédek, a finnek, a dánok, norvégok és a bangladesiek. Igen. De most ha a kávéra szűkítjük, ígyuk, ne ígyuk, mert tényleg egy napon belül két teljesen egymásnak ellenmondó hírt is el tud olvasni az ember, attól függ, hogy keresel rá. Na most lepődök meg majd, hogy azt mondja, hogy egy baristától ilyet kérdezni. Igen, gyereket, hát nehogy megígyátok ezt a lötyöt. Kimenj erre a fesztiválra a hétvégén, és kérne egy koffeinmentes kávét, az kellene. Igen. Akkor úgy kérdezem, hogy oké, ha isszuk, akkor mennyit? Tehát van-e neki benne, és fellen valaki húzva a lápavasra, és egy tábla lenne, egy koffeinmentes kávét kér. Ott lógna. Én mindig azt szoktam mondani, talán legegyszerűbben, hogy érthető legyen, egy átlagos szervezetre levetítve, az napi bevihető koffein mennyiség, az körülbelül 200-300 mg között van. Amit ha ki akarok fejteni kávéban, vagy ez teában, vagy nekünk, igen, sokat segít, akkor azt mondom, hogy egy normál presszó kávéban, nyilván típustól és készítéstől függ, de egy ilyen 40-60 mg-nyi koffein van. Akkor lehet osztani, szorozni, hogy hú, az felszorozom, akkor az 4-5-6 kávé egy nap. Meg vagyok. Jó, még benne határért van, mert én egy duplával indítok reggel. Na, azért akkor jó vagyok. Talán fontos megemlíteni, hogy ugye rengeteg más dologban van koffein. Üdítőitalban, energiaitalban, csokoládéban, kakaóban, teában, amit napi szinten fogyasztunk emellé. Ha megvan az a napi 4-5 kávé, plusz még iszunk egy kis üdítőt, egy kis kakaót, akkor viszont besokalhatunk koffeinből, ami nem annyira kellemes a szervezetnek. Mi történik?
Hát ugye tipikus koffein mérgezés, kézremegés, fejfájás, szédülést, rosszul romlik a látás, tehát előjönnek nekem azok a tünetek. Ez a koffein mérgezés? Ez benne van, igen. Nekem szokott jelenni, de úgy, hogy éjgyomorra megiszom az első kávémat. És a lehető legrosszabb. Igen? Bár tudom, nagyon sokan iszák ide, éjgyomorra nem szabad, nem ajánlják a koffein fogyasztást. Sőt, azt mondanám, hogy... Bár ezt sok ember nem érzi, úgy gondolom, de miután fölébredünk, elindul a mellékvesünknek egy ilyen, vagy a mellékvesünknek egy olyan anyagot termel, amit úgy hívnak, hogy klorizol, ami azért felelős a szervezetünkben, hogy éberséget okozzon, szépen lassan fölébresszen minket. Ez egy másfél-két órás történet, ami után lenne ajánlott maga a kávéfogyasztás, mert ha fölébredek és iszom egy kávét, akkor semlegesíti ennek a klorizolnak a hatását, tehát igazából nem történik semmi. Másfél két órát hagynék magamnak, hogy fölébredek, itt 8-ig nem történne semmi. Na hát ez a sokan így van. Tehát nagyjából ennyi lenne. Tehát ezt nagyon sokan nem így gondolják, én úgy gondolom, sőt a legtöbb embernél ébredés után azonnal egy finom kávé, hogy meglegyen a kis napi szokás és a teendők elinduljanak, de hivatalosan nem ajánlott ébredés után kávét fogyasztani. És még egy ébredés után egy órával, mert én itt iszom meg az első kávét. Egy másfél óra, igen, az már jobb, lényegesen, igen. Eszély vagy ilyen jó, látod. Otthon nem kávézom, csak amikor bejövök, akkor eltelik egy órát, is itt iszátok meg az elsőt, nem? Igen. Reggel még gyümölcslével indítjuk. A napot, vagy valamilyen zöldséglével. Jó, vagy egy jó teával, ugye ez, tehát változhat, sok mindenben van koffein, nem csak a kávé, csak ugye agyban dől el mindig, én úgy gondolom, sok minden, és ez már egy bevett szokás, hogy fú, a reggeli kávé az kötelező, és aki dohányzik mellé még esetleg egy szál cigaretta, vagy nem, kinek hogy esik jól. De jól hangzik ez, ugye? A régi szép idők, ugye? Hogy mennyire hiányzik. Nagyon rossz, senki ne csinálja. A legjobb volt az életemben, ahogy fölkeltem, én te azonnal tudtam ezt csinálni. Maradt a zapkex, a mandarin, a puffasztott rizszelet. Most a kávéról le ne beszélj. Dehogy, nem, arról nem. Hát látom, mit reggelizel. Hát veled vagyok. Veled vagyok. Na, mi az, amit hoztál, vagy mi van ná? Én hoztam, ez a svédországi pörkölőmester, akikkel együtt dolgozunk, ugye én csak így érdekességként, mert tudom, neveket nem lehet említeni, de egy nagyon szép kis szaküzletet egyengetek a budai oldalon szakmai szinten, és egyik fő termékünk az egy... az ő terméke, nem tudom, hogy az ő nevét lehet-e mondani, a svédországi pörkölőmesternek a nevét. Az embernek a nevét nyugodtan, persze. Johan Nindström néven szalad, ez a tipikus svéd név, kimondhatatlan és megegyezhetetlen, és az ő termékeiből hoztam egy-két illat mintát, vagy bemutató mintát, hogy mégis hogy gondolja ő magát a csomagolást, és magát azt, ami benne van. Azt adom nektek, hogy illatozzátok meg. Csak azért, hogy megértjük. Kis aromazáró szelep, hogyha megnyomjátok a magát a csomagolást, akkor ott jön majd az illat, mint a... Főleg azért, hogy megértsük, hogy mennyire nagy különbség van még egy commerce kávé, meg egy normális kávé pörkölése között. El tudod mondani a folyamatot, hogy egy commerce kávé, hogy pörkölődik, meg mondjuk egy ilyen... Hát lebutítva, lesarkítva, igen, commerce szinten, tehát értjük azt, hogy nagy mennyiségben elkezdenek pörkölni, sok nevektől függetlenül sok olyan kávéscég van, akik beállítanak egy bizonyos időt és hőmérsékletet, és amikor ez kész van, akkor kiveszik a pörkölőből a kávét, és azt mondják, hogy oké, mehet, csomagoljuk, és már azonnal mehet is a piacra. Nála pedig az a különbség, hogy eleve már minőségi kávéval dolgozik, tehát megkeresi azokat a kis farmokat, akár Nicaraguában, akár Brazíliában, bárhol a világon, akik tényleg pici és prémium termékeket állítanak elő, kávékat, és tőlük vásárol direktbe. És a pörkölésnél pedig játszik a hőmérséklettel és az idővel, hogy minél több dolgot csalogasson elő a kávéból. Egy-egy kávécserje, az meddig kell nevelgetni, beszélni hozzá, öntözni, amíg abból valóban leszedhető kávé. Az első 4-5 évben nem történik semmi, csak növekedik. Na utána kezdik el... Köszön is hallgat a nevét. Úgy van. És oda jön. Utána virágzik és elkezd termést hozni. Tehát az első 5-6 évtől lesz izgalmas a történet. Tudsz mondani kilónkénti árkülönbségeket, hogy akármi egy extra, ami nagyon durva, egy nicaraguai piacon, és mi az, ami olcsónak számít? Csak ugye, hogy milyen különbségek van? Nyers kávé szinten. Elmegy az ember egy piacra, elkezd alkudozni egy jobb minőségű kávéra. Ugyan a kilója átszámítva forintra mennyibe kerül? Hát, ha most visszakérdeznék, hogy szerinted mennyi lehet egy kiló nyers kávé Nicaraguában közvetlenül termelőtől, ha én oda megyek, mint turista, és szeretnék venni? Mondjuk 20 dollár, 10 dollár. Mondjuk 20 dollár. Hát igen, tehát onnan túl. Mire ideér, gondolom, addigra lesz drága. Igen, mire ideér, mire becsomagolják, mire az előállítások is végigmegy minden olyan eljáráson, hogy ez már piacra kerüljön, addigra megúdik az ára szépen. Ez, hogy bocsánat, hogy megkérdezem, csak tényleg térjünk fontos dolgokra is rá, hogy Johan Nyström, ez ugye szabad fordításban azt jelenti, hogy Nyströmtől Janinak, nem?
Kimondottan, igen, neked küldte abszolút, igen, kérdezte is. Nagyon fontos nagyon kérdés volt, nagyon fontos, nagyon fontos, nagyon fontos kérdés volt. És akkor innentől kezdve, ez ha elkerül egy profi felhasználóhoz, mondjuk hozzád, akkor látom, te még ilyen kis külön kis csészébe elkezded magadnak ott szépen megőrölni, tehát ilyen kis... Hoztam az egy ilyen kis őrlőt, egy ilyen kis házilag is használható. Csak látom egyre többet. Igen, igen, mert egy egyszerű és nagyon jó kis történet, én úgy gondolom, könnyen kezelhető, és tényleg ez otthon, hogyan daráljak kávét, sokszor kérdés mostanában, egy-két éve úgy elindult ez a, hál' Istennek, egy kicsit a fejlődés a kávé kultúrának, és egyre többen keresik azt, hogy hogyan tudnak otthon jó minőségű kávét előállítani, darálni, és a többi. És na most egy elektromos őrlővel rendelkező kávégép is. Az nem olyan az jó. Van különbség? Igen, mert ez a kézi őrlés, ez nem egy picit ilyen... Fölmelegszik a tengely, érted? Az elektromosban fölmelegszik a tengely, és a súrlódás miatt tovább pörkölődik a kávé. Na, hát állj rövidebb időre. Mi van? Igen. Nem tudod? Nem tudod, hát az a bizonyos idő egy el kell, hogy te... Egy felmelegszik a tengely. Felmelegszik a tengely, és a surlódás miatt is tovább pörköli a kávét. Jó, én ennél meg így szépen lassan. Viszont minden étterem tulajdonos kedvenc része a kávében, semmi nincs akkor asszom, mint a kávén. Ugye? Igen. Ugye? Most azért mondjuk meg őszintén, egy csésze 600. Ugye? Azért, mert bekerülési költség 40 forint. Most ezért képzeljük már el egy kávézót, ahol mondjuk ilyen kézi örlővel 30 darab presszó kávé, csak egy alkalmazó, csak a kávé. A jó örlő az viszont nem melegszik. Az nem melegszik? Ha te megkóstolsz egy kávét, egyébként megmondod, hogy ez honnan van nagyjából? Nagyjából. Tehát igen? Ez, igen. Úgy gondolom, ez nagyon sok év tapasztalat, tesztelés, kóstolás, mire az ember rá tud tapintani arra, hogy igen, ez erről és erről a területről származik, de azért vannak fő pontok, fő területek, ahonnan fölismerhetők a kávék azonnal. És ti baristák ugyanúgy beszéltek egy kávéról, mint a borászok, amikor megkóstol, és azt mondta, hogy a déli lejtő, az érkező fahéj, a finom becsengető szegfűszeg, és a jobb hátulról jövő finom epermála, illetve a fanyarszeder, és az őszi napsütés, figyelj, elképesztő. És én tudom, hogy érzi, mert én láttam ilyen borászokat, és én elhiszem neki. Tehát, hogy te ugyanúgy kicsit cupogsz, és utána elmondod. Azt mondom, hogy vannak ilyen szakmai túrák, ahol lehet így komolyan kávékat kóstolni és tesztelni, és véleményt cserélni, ha nem is megyünk bele ennyire, de azért sok minden felfedezhető valójában. De és jó. Ezért is volt jó az a kis túra most, mert számos olyan új dolgot tanultunk, és tapasztaltunk, ami valóban képviseli magát a kávét, ha az ember ügyesen pörköli. Érzitek a kolumbiai szvatosok fegyverolajának az illatát, ahogy a kávécserék között bolyonganak, miközben valójában kokacserjéket keresnek. Így van. Pablo Escobar. És mi ez a nyilván macskáknak készülő sporteszköz, amit beosztál magaddal, egy ilyen kis mini párhuzamos korlát? Igen, és Svédországban eléggé sokat isznak kávét, részben azért, mert sokáig sötét van egy bizonyos időszakban, részben azért, mert hideg van, de őt nem annyira a presszó kávé kultúra jellemző, bár az is tökéletesen működik, hanem ezek a csöpögtetett, áztatott kávék inkább. És amit hoztam, az egy ilyen kis eszköz, aminek segítségével, hogy ide alá teszünk egy poharat, és a felső részbe durvára őrült kávét teszünk, lelocsoljuk vízzel, fontos, hogy milyen hőmérsékletű vízzel hányszor, akkor az pár perc alatt lecsöpög ide nekem, mint egy gyönyörű kis kávé. És az ilyen kávék, amiket hoztam, ezek tökéletesen alkalmasok ehhez az ízvilághoz, mert hogy világos pörkölésűek is tele vannak ízzel, aromával. Még egy olaszos pörkölésű kávé, csak hogy érthető legyen, keserű elsőre kóstolva, azt mondják a legtöbben, úristen, ez keserű, kell hozzá két cukor, vagy két pötyi, meg egy kicsi tej. Igen. Hogy jó legyen. Ezekhez nem, mert egy ízbomba alapból. Nálad ez abszolút árulás? Tehát egy kérnek két édesítőt, egy pici tejszín bele, mert hogy én így ízom a kávét. Tehát, hogy én mindig azt mondom, hogy ahogy jól esik, persze nem akarok senkit megváltoztatni, de érdemes letesztelni, megkóstolni azt a variációt, amit ajánlom, és ajánlok, és természetesen utána ihatod úgy, ahogy szereted. De kollégákért előtt nem csinálsz ilyet, hogy ilyen édesítő meg te, hiszen ahogy Balázs is vázolta meg, különben a hétvégén valószínűleg a kávé lovagok rendje előtt a nagymester letépi majd a válról, hogyha így jött, és kiűzni. De tudod, az a tejszínben az a nyomós, tehát az a konzert. Kész van egy éve. A kávét megölni, tudod, nyomós tejszínben. Úgy gondolom, sokan azért ízták a kávét tejjel és cukorral, mert hogy nem ízlik nekik az íze, mert keserű. Ez a nagyon, a szívembe látsz konkrétan. És vannak nagyon szép, tényleg finom kávék, amikhez nem kell tej vagy cukor, mert élvezhető anélkül is. Ez idő, mire az ember ezt megszokja, úgy gondolom, de mindenki, ahogy szereti, úgy fogyasztja a kávét, sok, és amilyet szeret. Na most mondtad, hogy tudunk beszélni egy kicsit a teákról is. Azt olvastam egyszer, hogy azok a teák, azok a filteres teák, amit általában nagy
bevásárlóközpontokban nem tudom itt kapni, az igazából minőségileg szinte a legalja, és hogy a magyar lakosság nagy része ilyen típusú filteres teákat iszik. Ez valóban így van, hogy ez a filteres tea 90%-a az a legrosszabb minőségű tea, ami benne hát van? Inkább úgy mondanám, hogy a tea cserjének az alsó, talán a lényeg talán, hogy a tea cserjénél a felső három levelet használják, három sornyi levelet használják a minőségi szálas teákhoz, őket érje a legtöbbet a napfény, az eső és minden hatás, amitől jó lesz egy tea, és az alsó levelek, amik nem annyira fejlődnek ki, vagy éppen lehullanak, azokból lesz a filteres tea. Ez nem hangzik túl jól. Nem, igen, igen, nem annyira minőséget képviseli, bár nem akarok ezzel rosszakat mondani filteres teákról. Más, hogyha az ember összehasonlítja és megkóstolja szintén édesítés, cukor, citrom és méz nélkül, akkor azért óriási különbségek fedezhetőek fel. És kapszulás kávé? Szintén jó. Most már találhatók nagyon jó kapszulás kávék a piacon, de sosem lesz olyan, mint egy frissen őrölt zemes kávé. Én na, gondolom. Kóstolunk valamit? Csinálsz nekünk valamit? Behol? Nem? Nem? Hogy csak én állok. Ja, most én sem értem. Hát a kezed is járjon azért, ne csak a szád. Nem? Nem? Hozzunk forró vizet? Mit hozzunk? Hány fokos vizet hozzunk? Milyen tálba hozzunk azt a vizet? Milyen víz legyen? Illatmintát tudunk most abszolút kóstolgatni. Semmi más, mert hogy itt ma nem fogunk kávézni. Kicsit benne volt, te itt ma nem kávézol. Idehozol mindent, és nem ez szagolás. Több minden kell hozzá még, hogy ez úgy működjön, ezért csak szemléltetni szerettem volna. És illatmintát mutogatni sajnos. Ebben én nekem már jöttek a nicaraguai lejtők, meg a nem tudom én azonnal itt ráálltam már, hogy bármit hazudtuk volna neked, csak csinálj nekünk egy jó kávét. Gyerekek, nagyon jó kávéfőzőnk van azért, azt mondjuk. Nagyon, el. Nagyon. Nagyon. Meg abszolút finom kávét csinálunk. És akkor azt mondod, hogy egyébként ezzel a csöpögtetős módszerrel simán elő lehet hozni hasonló, vagy legalább olyan szintű ízeket, meg ízkaraktereket, mint mondjuk egy ilyen komoly kávégépen, mint ami nekünk van. Abszolút. Szóval nem kell ilyen nyomásfetisisztának lenni? Mert mindig abszolút lehet hallani, hogy nem X bár nyomást nem tudsz előállítani a kávéfőzővel, akkor az már nem is kávé. Ugye ez kávéfőzőtől függ. Annak az alapja az összes nagyüzemi kávégépnek, vagy az otthoni gépeknek is, amik karos kávégépek, hogy nagy nyomással préseli át a vizet, a gőzt magán az őrölt kávén. Ettől lesz olyan szép krémes, finom és ízes. Ennél pedig nincsen nyomás, hanem maga a gravitáció, ahogy lecsöpög maga a víz a kávén át, teljesen más ízeket fog kioldani magából az őrölt kávéból. Más az ördési finomság, más lesz az íz. Csak koffein tartalom ennél milyen lesz? Magasabb. Magasabb, mint magasabb a presszónál? Igen, hogyha ránézésre azt mondanám, hogy sokkal hígabb, lazább kávét látok, ami úristen, ez egy kávé, másfél deci, viszont koffein tartalommal lényegesen tömörebb, mint egy presszó. Bizony. És az a minőségű kávé, amit mondjuk egy hétköznapi vásárló megvesz, nyilván nem ért hozzá, csak levesz, és az, hogy 100% arabika, az jelent valamit? Vagy ez? Arabika és robuszt, ez mindig ez a fő kérdés, vagy sokat hallani mostanában erről, hogy két fő típus szinte, ami kereskedelmi forgalomban van a világon, az a robusta és az arabika. Nem mondanám semmiképpen a robusztára azt, hogy rossz, más. Magasabb koffein tartalom jellemzi, sokkal keserűbb íz, és ha gyengébb minőségű, akkor sokkal több rossz élettani hatás. Mint az arabika egy kifinomultabb, sokkal minőségűbb terméket jellemez. Azt, hogy melyik vidékről származik, az pedig az ízét fogja befolyásolni. De ott ugyan, még oda kellene írni, mert az arabika az akkor nagyjából, amit a boroknál a vörösbor, de még nem tudjuk, hogy honnan. Igen. Tehát ez csak egy minőséget jelent tulajdonképpen. Nem olyan magas a koffein tartalma, ezáltal nem terheli meg úgy a szervezetet, nem játszik úgy a vérnyomással, a vérkeringéssel, mint egy robusta, ami igazából össze-vissza szakaszokban hat a szervezetünkre. Gyerekek, akkor csak arabikát. A vesztek kávét csak mondom, hogy... Alapvetően nem a három szempont van. Arabika, robusta és brutto. Ezeket szoktam általában. Te megnézed a brutto. Te a kilós kávére megzel. 2099, 1099, 892, 89. Te így nézed. Kötök némi kompromisszumot. Igen, az a baj, azt hiszük mi is. Kompromisszumaidat. Ne, nincs ezzel. Egy jó kompromisszumot? Jarekám, csinálj egy kompromisszumot, nekem létszél. És a teánál akkor azt mondod, hogy ne filteres. Felejtsük el a filteres teát? Hát érdemes. Szálas tea? Mindenképpen igen, mert nem javasolni. Nagyon sok szálas teát kóstoltatunk és árulunk az üzletben, és tényleg, aki először kóstol ilyet, és még nem illatozta, vagy nem volt alkalma arra, hogy ebbe belekukkantson ebbe a világba, azt mondja, amikor megkóstolja és megszagolja, hogy úristen, ez fantasztikus, azonnal kérek egyet. Viszont ahhoz nem nagyon passzol, én úgy gondolom, két tasak méz, egy kis cukor, egy én kis citrompótlóval iszom. A legjobb citrompótló! Szálas fejet, tehát kérdezik benne, és egy doboz citrompótló.
3 centit rompottó. Mert hogy alapból jó az íze. Picit elveszi, picit elveszi az aromát. Igen, fehér tea az nagy divat most, ugye? Nagy divat, igen. Már sokan még nem ismerik, hogy mi is az a fehér tea, vagy a mit, miért fehér egy tea, miért hívják fehér teának. Ugye talán érdekesébbképp a tea cserjéről a legfelső 3 levelet használják a szálas teákhoz, a fehér tea pedig maga a rügy, ami még nem nyílt ki, nem zöld, ettől is lesz maga a név, hogy fehér tea, teák császárának, királynak is hívják, a legtöbb jótékony hatással a szervezetre. Na nem volt idejük évben megvárni, amíg kifejlődik. Igen, egy évben 2 napot lehet csak szüretelni, és aztán megint kell várni egy kicsit. Tehát azt, ha az ember elalszik, akkor... Bárhol hogy mi az gyerek, aki nem tudnék fehér teát termeszteni. Szundi üzemmódnak tudod bejelezni. Végi a szezonnak. Bali, oké, jó menő egyébként. Az iskoláját megvárunk egy évet. Amerikában is nagy divat, most az Ária testvérséggel összeretett. Igen, ők tehát nem nagyon isznak. Igen. Hát jó lett volna valamit kóstolni, de hát akkor marad. Nem mindegy, azért ezért nem kávéztam ma reggel, láttam az adást. Janikám, egy kompromisszumot főzni nekem. Már hiátó kompromisszumot? Ahogy szereted, ugye? Jó, rendben. És akkor legközelebb majd egy lángos sütőt hívunk meg. Csak humorizálunk. Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, amit hoztál nekünk. Tóth Zoltán baristával beszélgettünk. 9 múlt, pontosan 1 perccel. Jövünk Ákos híre után. Sebestyén Balázsa, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival itt a Klassz FM-en. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. 3-9 múlt lesz van. Pontosan 4 perc van. Most találjátok ki. Most találjátok ki, hogy hány óra így van. 8 óra múlt 41 perccel, jó reggelt mindenkinek. Azt nézem, hogy mi a helyzet az utakon, de most nincs nagyon friss. Igazából sokat rafi, figyázzon mindenki. Bősárkányban a Csorna felől érkezőket mérik. Ezt Rita küldte nekünk. A Nagykovácsiból kivezető úton, a CBA után a jobbos kanyarban egy Renault a fejtetőn áll. Balesetmentes vezetést kívánunk mindenkinek. Laci, aztán... Túltolta. Picit túl, lehet, hogy túltolta, szegény, reméljük, hogy nincs komoly baja, így van. Valamint Kalocsán a mérik az öreg csertő felől érkezőket egy Lada Nivából. Nem lehet, mert mi is Lada Nivája a rendőrségnek, gyerekek. Nem, hát, nem, már beszállt az erdészet is. Lada Nivából, persze. Igen, az, persze, a fiúaszból. Aha, az erdei úton közlekedőket. Igen. Lukács az elején érnek, mindkét irányban vigyázik. Vigyázom, mindenki úgy látszik, ide szoktak. Értenek. Értenek nekünk egy hallgató. Képzeljétek el, hogy írt nekünk egy kedves hallgatónk, és nagyon, nagyon aranyos, nagyon helyes SMS-t írt, csak egy ilyen kis kezdeményezési hűtve fel a figyelmet, amit ő indított el egy pár évvel ezelőtt. Attilának hívják a srácot, és ő televíziók javításával, meg antennák szerelésével foglalkozik már nagyon régóta, és így hirtelen így valamikor így egyszer csak bevillant neki, hogy annyi rossz televízióval, annyi ilyen kidobásra várom, meg kidobott televízióval találkozik ugye a munkája során, hogy egyszer csak arra gondolt, hogy mi lenne, hogyha ő ezeket a televíziókat nem hagyná, hogy kidobják, nem hagyná, hogy kicseréljék, meg hogy újat vegyenek helyette, hanem szépen összegyűjteni őket, megjavítaná, pótolná hiányzó alkatrészeket, távirányítókat, stb., aztán pedig odaadná valamilyen intézményeknek. És egészen megdöbbentő módon hát több száz darab ilyet tud ő évente odaadni mindenféle intézményeknek, csak egy teljes igénye nélkül, mit tudom én, egy év alatt az országos mentőszolgálat kapott tőle 21 darab tévét, a Honvéd Kórház 35-öt, a Bajcsi Kórház 9-et, a Fóti Károlyi Gyermekközpont 12 darabot, szóval egészen megdöbbent, de iszonyatosan jó kezdeményezés, hiszen egy állampolgári kezdeményezés lett mögötte, ja. Nem áll senki, aha, csak egy civil emberről van szó, aki egy pillanatra, vagy egy pillanatban úgy érezte, hogy ő ezzel tudna segíteni. Egyrészt gyakorolja a szakmáját, másrészt pedig nem hagyja, hogy ezek a készülékek a kukába kerüljenek, vagy ha nem is ezeket a kukába, akkor ingyen odaadja? És ingyen odaadja, képzeljük. Mert ugye az van, hogyha ma valakinek van csak egy 15 éves tévéje, akkor még divat volt a képcsöves tévé 15 évvel ezelőtt, ami egyébként egy jó minőségű, még a mai napig is, de azt mondod, hogy veszel egy
lapos tévét otthonra. Mi a francot csinálsz a régi tévéddel? Most, de tényleg? Általában az szokott lenni, ugye, hogy fogod és akkor beviszed, mit tudom én. Ez hova? Egy jó kezdeményezés a különböző ilyen elektronikai árusító áruházakba, és akkor ők ezt minden további nélkül átveszik. És de nem számítják be, tehát nem vonnak el, csak elveszi tőled tulajdonképpen. Igen, de sok esetben, ahogy Feri is mondja ezt, meg egyébként, ahogy Attila is tapasztalta, ezek vagy olyan készülékek, amik abszolút működőképesek, vagy pedig valami kisebb hibájuk van, amit mondjuk egy biztosíték cserével, vagy egy távirányító pótlással, vagy stb. Ilyesmivel meg lehet oldani. És akkor az Attila ezt így kitalálta magának, és rengeteg örömet szerez vele különböző intézményeknek, mondom, kórházaknak, mentőszolgálatnak. Aha. És lehet neki vinni tévét Attilának? Kérdezzétek, hogy ő összegyűjti. Összegyűjti ezeket, tehát lehet neki jelezni, amennyire én ezt a levélből értelmezni tudtam, meg ki tudtam találni. Lehet neki jelezni, ők összegyűjtik, mondom, megjavítják, és utána pedig szépen ki is szállítják. Még olyan partnere is van, akivel már ezt megoldották. Nagyon-nagyon szimpatikus kezdeményezés. És nem lesz belőle szemét, rosszabb esetben, mert jobb esetben ez olyan helyre kerül, ahol mondjuk ezeket a készülékeket szétbontják és újrahasznosítják, de még ad nekik, mit tudom én, 5-10 évet, és valakinek egy szeretet otthonnak, egy kórháznak, stb. Örömet tud vele szerezni az ott lakóknak. A jó kis régi videóton tévék, emlékeztek? Az. Orion, ilyen barna színű, ilyen műfakerette, vagy ilyen letteredesen ronda, iszonyat háttal. Tehát nem tudtad berakni, kellett egy méter hely, ugye? Kiebb kellett húznod a komódot a faltól, el kellett húzni. Igen, videóton, ilyen műfával körbe. Atya Isten, hogy néztek ezek ki? Nem érted, hogy mitől van benne annyi anyag, nem? Elképesztő volt. Az első színes televíziónk egy ruszki színes televízió volt, amit az apám a Halmi úton található ruszki laktanyábnak az egyik lakójától vásárolt meg. Külön állványt kellett hozzá hengeztetnünk, mert nem bírta el a szekrény. Abba volt anyag. És az volt, hogy mindig, amikor meg akartuk nézni az Olinen családot, 4 óra előtte be kellett kapcsolni a tévét, hogy átmelegedjen. Volt melegedés, tényleg, hogy melegedjen a tévé, atya úristen. Megkapcsoltad, és jött a hang. És mint egy atomerőműnek. Jó, az oroszok nagyon tudtak. Ők mindenben sokkal többet raktak, mint amennyiből kellett volna. És tegyük bele még ezt is, tegyük bele még azt is. Jó lesz az még valami. Magassága nem volt, csak mélysége. Kicsit olyan volt, mint én. Bár nekem az a gyanúm egyébként, hogy az orosz tévében volt egy masszív betonalap beleöntve. Ja, igen. Hogy tudtak ebből teljesíteni? Igen. Tényleg is bekapcsoltad, és akkor melegedett a tévé. És középről indult a pont a fény. Tényleg, a cső, mire bevelegedett. Tényleg, egy zseniális. Kicsit elment a kép, oda, amit rávágtál egyet, akkor kicsit megjavult, helyreugrott a képcső, vagy nem tudom, mi történt. Nekünk volt egy olyan időszak, amikor már picit előregedett a tévé, hogy a színek csak később jöttek meg. Fekete-fehérbe indult, és aztán így szépen lassan, ahogy melegedett, így átmelegedett a kép is valahogy, és írtelen minden pirosba, sárgába, színesbe váltott. Igen. Zseniális volt. Csak menti, hogy ki megy oda a tévéhez ráütni. Igen. Valaki, aki előlült, ugye, mert ugye család sorban néztétek a tévét, elől a gyerekek, hátul a szülők, nagyszülők, akkor aki előlült, oda ment, rávágott a tévére. Akkor megjavult. Helyreugrott. Nem? Kicsit így elcsúszott. Ha már nem, az nem segített, akkor nem tudtad, hogy a makarenkói módszer. És féltél oda menni a tévéhez, mert nálunk általában úgy szállt a képcső, vagy bármi benne, hogy mindig így csinált egy ilyet, és hirtelen így összement a kép így középre. Mint és a közepén így világított, tudod, igen, és a közepén világított egy darabig, egy pont, és nem mertünk oda menni a tévéhez, hogy nehogy az arcunkba robbanjon. Igen, tényleg féltél, hogy fölrobban. Atya úristen. Meg volt annak a bája egyébként. Meg, nem? Meg, hát egy óriási előlépés volt nekünk a Victoria meg a Mátra, fekete-fehér tévé után. Hát ugye sokan a kis piros Junosztyal kezdtek, ugye? Igen. Arra már szerintem egy generáció nem is tudja, mi az, nem is emlékszik. Hát értelmezhetetlen volt a képernyő mérete a Junosznak. Nem érted a képernyő méretét, viszont az antennát próbáltad úgy forgatni rajta, hogy elkapd azt a 2 darab csatornát, amiben tudott rajta jönni. Aztán az még fekete-fehér is volt, ugye? Nem volt színes a Junosz. Nem. Hát forgattad az antennát. Igen. De az elsők azok fekete-fehérek voltak. Ott van ronda piros színben. Fél méterre kellett tőle ülni, mert egyébként nem láttál belőle semmit az égvilágon. Rettenetesen gagyi volt. Rettenetes. De annyira örült. Mondom, amikor a színes tévénk meg megjelentek ezek a Color Star-ok, hát akkor aztán mindenki. Úristen. Az óriási volt. Minőségi váltás. Mindenki örült. Olyan szép idők voltak, igen. Na jó, hát ez nagyon szép hivatás. Főleg, hogy ön erőből teszi mindezt. Ön erőből. Ebben az, hogy megszerzi az alkatrészt, beleteszi, költ rá, áldoz rá, és utána odaadja, ez nagyon szép. Na, mutatjuk a beugrót, jó? Drága hallgatók, figyeljen mindenki. Mutatjuk, hogy mit kell kitalálni, ha szeretnétek velünk játszani. Ez a beugró a 3-as ugráshoz. Ja, elfejtettem, hogy jön.
Ó, na, ez jó, egy kicsit könnyebbre sikeredett. Ezt nem mutatjuk meg még egyszer. Nem kell. Nem, ez szerintem. Szerintem tudható. Kettő darab dalcím, és vagy kettő darab előadó, mindegy. De írjátok meg. Egy dalcím és egy előadó is jó? Egy dalcím, egy előadó. Az két különböző. Az mind-mind kiváló nekünk. Bármi, a lényeg, hogy két jó megfejtés legyen. Jó? Jöttek egyébként hallgatói SMS-ek, még a trafira is, és a tévére is, hogy higgyük el, hogy tényleg nívája van a rendőrségnek, ott tartanak. Tehát, hogy abszolút. A Lada nívával közlekednek Putnokon. Például. Nagyon jó. Akkor bocsánat, én azt gondoltam, hogy ennél modernebb a rendőrség. Hát ez elnyűhetetlen eszköz. Igen, kalocsai Lada níva, valóban ott van. Van benne trafi, de nem mér. Egy benfentes küldt el nekünk, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Feri, igen, is van Lada Niva Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, majdnem minden kapitányságon, nem is egy-két darab. Na, megbízható mondjuk az igaz, egyébként, tehát mindenütt elmegy. Igen, biztos, hogy jó. Hát mennyi, valószínűleg értél, hogy mi a Kobra 12, vagy mi a izé? Az Kobra alsó, 11. 11, jaj, bocsánat, már az új részeket láttam. Ilyen Kobra 11-es életek biztos vannak, nem? Kapitányságú. Hozd a kutyák meg a nívát! Azt hiszitek vicc, de Kiskulacházán is szoktak mérni a mezőr kocsiából az 51-es úton. Akkor az viszont álcázás. Tehát, hogy megkérditek a mezőrt, hogy egy órára álljon ott meg, átrakják a trafit, és a mezőr autójából mérnek? Ravasz. Ez csak a mezőr. Itt valaki azt írja, hogy a múlt héten egy régi Opel Kadettből mértünk, kereskedésből lett kihozva. Na. Te odamész a kereskedéshez rendőrként, és azt mondod, hogy jó napot kívánok, egy fél napra egy Skodát kérünk szépen. Ez egy jó kérdés egyébként. Te elviszed a kereskedésből az autót, mérésre? Hogy mérje? Vagy ott ilyen uram, bátyám, Józsikám, adjál már, mit tudsz adni, egy cseppkadettet, vigyél már egy cseppkadettet, elviszi a cseppkadettet, lefoglalják. Majd régi CRX, vidd el, jó, vidd a CRX-et. Lefoglalják, amikor ki akarnak hajtani ugye az autókereskedésből, előjár a rendőr, megmutatja elvinyét, állj! Nemzetbiztonsági ügy, az autót lefoglalom fél órán. Visszük a CRX-et, a cseppkadettet, meg a izét, nem tudom mit, a Lada nívát. Ú, de szép, és akkor azzal kiállnak. Nincs, hogy már nem álcázhatjuk magukat, meg nem bújhatnak el. Nem védem őket semmi? Ez nem álcázás. Hát egy csepp kadett. Hát ne. Egy régi kadett, hogy mérnek. Le van takarva ponyvával, vagy izével, nem tudom, ágas levelekkel, vagy leveles ágakkal. Hát legalább az esélyét adják meg, hogy lássam, hogy rendőrautó. És megnézi, hogy mi a legrégebbi az autókereskedésben, vagy a rendőrség ezeket megveszi? Hát biztos nem. Szerintem kihozza egy fél napra, és visszaviszi. Ez olyan, mint a kisgép kölcsönzés. Tehát, mint amikor, mit tudom én, egy damilos fűkasszát vásárol, vagy elviszed egy fél napra, ez is ilyen lehet, nem? Elképesztő. Megjegyzés volt, trafi. Na nézzünk gyorsan még egy-két közlekedési hírt. Azt mondja, hogy M7-es 56-os kilométerénél Balaton felé autó a tetején. Az árokban rendőr tűzoltó a helyszínen, torlódás még nincs, vigyázom mindenki, nagy baleset. Azt mondja, hogy M7-es nagykör, igen, ez a 60-as kilométernél van egészen pontosan, méghozzá Selkút előtt, és kiért már a tűzoltó és a rendőr is a helyszíre, Nagykanizsa felé, vigyázzon mindenki. Hmm. Aztán a 16. kerületben a Csobánkai úton mérnek, köszönjük, valamint az Öregcserte felől érkezőket egy Lada nívából, ahogy mondtuk, Kalocsán szintén méri. A határúti felüljáró alatt most ment össze két autó, ráadásul nagyon csúnyán, nagy baleset van, Lőrinc felől lassítják a dolgokat, úgyhogy ott is figyeljetek, ezt küldte nekünk, és a 47-es úton a 33-as kőnél kister autó az árokban, Mézes Laci írta. Egyébként jelentkeznek különböző települések innen-onnan, hogy nem hinnénk el, hogy miből mérnek, hogy mérnek. Tehát a Lada Niva, addig egyébként egészen kíváncsiságos. Kiúztuk a gyufát a nívásoknál, úgy érzem. Nem akartam. Nem akartam. Kérdezzük valaki, figyelj, Lada Niva, az Őrbottyányi rendőrőrsön még internet nem fogja Lada Niva. Körös Tarcsán is üzemel a zöld rendőrségi níva. Előtte csak gyalogos rendőr volt. Atya Isten. Pár hete Siklóson a Bokorból mértek. Na. A Bokorból. Hát ott nem gondolták túl a dolgot. És azon gondoltam, hogy mi lehetne a fejlődési irány. Például el tudnék képzelni kamu baleseteket. Jaj, de megütöttem magam, ne menjen sehova, már jönnek a hogy ott lenne egy felborult autó, lenne, hogy hívják, kis kordon, lenne kirakva elakadási zálömszög, hogy kamusebesültek, kamusmentősök, kamusérültekkel. De hát ha nem lassítasz a balesetnél, és akkor lefotoznak?
És közben még ott üzemelne a trafik. Most jöttem valaki a legdurvábbat, nem tudom, hogy igaz-e, lószállítóban is mérne. Álcázásnak kiváló. Nem áll. Lószállító. Tehát ezentúl minden, ami az út szélén áll, az gyanús. Így van. Így van. Tehát ha például látsz egy cirkuszos kocsit, vagy cirkusz felirattal, zsiráfokkal, és ízével. Két oroszlánnel, és egy majom ketrecbe. Két ötvös ivadékkal, akik a szántóföldön kergetik a medvét, igen. Marci. Három nagyon harapós vízilő között. Most csinálja már meg, hova megy át, be vissz már be! Megint bennőrzünk a kis alföldre, hello! És a lószállítót hogy kell elképzelni? Tehát beraknak egy műlófeneket? Hogy én lássam, hogy még a kilógatják a farkát, nyilván nem mozog, csak én azt látom, hogy jó van, menjen nyugodtan, drágám, nem trafi, ló van benne. De nincs benne a ló, és a ló fenekén, ahogy az észfentúrából előhújt ugye az orszarúnál, a lónak, a műlónak a fenekéből ott van, és ott mér neki felé. És úgy van, hogy lehet, hogy nincs is műló, hanem ott a két főtörzs ott guggol, és akkor azért, mozgass meg a farkát, ezt nem szopják be így. Hagyja a legyeket. Az egyik mozgatja a farkát, a másik meg brutálisan. Így van. Gyönyörű. Lop ki a kamutrágyát. Én szerintem meglepődnék egyébként, ha tudnánk, hogy milyen cseleket vett be a rendőrség, nem? Tehát, hogy még miből mérnek. Drága benfentesek, nem adjuk ki a számot. Írjátok meg nekünk, hogy még miből. Jó? Ha hallgattok bennünket és hallgathattok, írjátok meg, hogy ti hogy mértetek. Mert úgy érezzük, hogy kezdtek zárkozni a naphoz. Ti hogy mértek, vagy ha vannak benfentes információtok, vagy rendőrségen dolgoztok, drága hallgatók, és ti tudjátok, hogy ott az őrsön egyébként tényleg valaki műlovarnőnek álcázza magát, és úgy mér, küldjetek el nekünk, csak hogy tudjuk, de tényleg nem ér kamutni, jó? Tehát igazat küldjetek, hogy miből mér a rendőrség ma. Állítólag a használt autókereskedésekkel szerződésük van. Hogy kivihet minden. Ugye nem az, hogy kiviheti, hogy egy autót elvihet, nem tudom. Ne vigye ki, ha én beadom az autómat a kereskedésbe. Tényleg. Ez egy jó kérdés. Hogy árulják, akkor a rendőrség elviszi az én kocsimat. És Feri, nem tényleg. A te autód. És kapnánk az esetben, Rákóczi Feri, miért az M3-osom? Gyönyörű. Na jó, elmegyünk hírezni. Aztán még foglalkozunk az SMS-ekkel, úgyhogy küldjetek el nekünk tényleg, hogy miből mértek, jó? Valami kérdés-válasz, hiszen péntek van, úgyhogy ha van bármilyen kérdésetek, nyugodtan küldjetek el nekünk. Megpróbáljuk megválaszolni, szívesen tesszük, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek, mert hogy ezzel szoktuk zárni a hetet, jó? Úgyhogy jövünk ezzel a rovattal, Ákos, híre jutam. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. 9 óra múlt 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csak azért hallgattam, mert meglepődtem, hogy milyen hangos valamia vagyok. Tessék? Nem, itt vagyok, csak hirtelen úgy meglepett a saját fülesem. Lehet, hogy Jani kompromisszumos kávéja kiadott a bajból, és ittam egy kompromisszumot. Az a baj, hogy nem tudsz neki ellenállni. Tehát, hogy amióta én csinálom a máhiató kompromisszumot, azóta a rajongói köröm alakul ki. Komolyan. Mi a titka? Nézd, én autodidakta barista vagyok, igazából nem értek a szakmához. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy általában mondjuk egy alsóbb kategóriás kávé legyen az, amit alapnak használok. Nagyon-nagyon figyelek arra, hogy például, hogy tiszta csészébe folyassam a nedűt, nem annyira foglalkozom a nyomással, mint inkább a hőmérséklettel sem. De nagyon finom. És a minőség és is egyébként is nagyon jó az rohadtul nem érdekel, viszont ezzel az ujjammal nyomom meg a gombot. Na, jött még egy-két SMS, hogy miből mérnek a rendőrök, ugye, mert valahogy eljutottunk ide az előző óra végén, és hát egészen tényleg egészen elképesztő SMS-eket kapunk, amiket most nyilván nem tudunk leellenőrizni, de mi hiszünk hallgatóinknak. Ugye kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy ti mit tudtok, miből mérnek még a rendőrök. Azt mondja, hogy például a Trafipax nyáron a kerületi kapitányság nyitott ablakában van, pont rálát egy 30-as útszakaszra zebrával, óriási kasza, írta nekünk. Kinyitod valaki. Az ablakot, fő se kell át. Figyelj, a legjobb. Mondjuk ez zseni. Megy a kis ventilátor, hesegeted a legyeket, közben meleg van, és rányomod a trafit a 30-as táblával ellátott kis utacskára, és kasza. Mosó-Magyaróvár környékén vajszínű volt német taxis transporterből mérrek, írta nekünk Bandi. Csorna környékén fehér Seat az oldalsó ablakra A4-es papírval ragaszva van egy hatalmas eladó felirat. Igen. Bandi, a legendás fehér Seat. És ez az lehet, amik kint van az eladó táblás, egy időben kint van. De hát azt nem látod, ha ott mész 80-nal, vagy látod? Nem.
Hát azt nem főleg, hogy a szemből áll veled, vagy szembe áll veled, akkor végig abszolút emeletet. Hát vagy a kellemes, a hasznos alapon közben árulják is. Megtörtént eset, Abdán a buszmegálló kitört üvegén keresztül mértek a rendőr. Nagyon jó, óriási. Egyébként meg, figyelj, zseni. Hát, hogy van ez? Erre olyan kíváncsi lennék, hogy azt mondják nekik, hogy srácok, menjetek mérni, vagy van egy kreatív értekezlet, vagy őket elküldik, hogy srácok, kitört a buszmegállóban az ablak, ma oda tegyétek. Ja. És a két ember, aki végrehajtja a parancsot, elmegy oda tenni, vagy állnak az őrs előtt, és tanakodnak, hogy... Hát vagy elindul és keresi. Hova menjünk? És elindulnak helyet keresni, és meglátja, hogy igen. És azt mondja, hogy ott a lukon ki. Biztos, hogy van terepszemle. Terepszemle, és nekik már van személyük hozzá. Körbenézik a településet, és valószínűleg a helyi jellegzetességeket és azokat a dolgokat is figyelembe veszik, amik mondjuk nincsenek minden évben. Tehát például a Halloweenkor, hogy ott van az a sok tisztök halmokban. Alábújnak szerinted? Rendes fabusz megállóból mért a kolléga az oldalsó ablakból. Közben az utazó közönség statisztált, mintha nem lenne semmi. Egy rendőr írta ezt nekünk. Tehát ott álltak az utazók, és most kicsit lép balra, lép jobbra. Aha, most megvan, most nem igen. Az, most jó. Ott meg. Nem már. Szerintem ez nagyon jó. A faluban lovaskocsiról is mértek máj. Már be van a lovaskocsira rakva a trafi, a kocsma. És megindul a ló. Hey, hello, hello. Gyerekek, hát a pénznek nincsen szaga. Az a lényeg, hogy jöjjön. Igen, milyen körülmények ez? De hát ez tilos, nem lehet. Nem, na ez az, amit én nem tudok. Hogy miért lenne? Ugye... Vannak civil ruhás rendőrök is, Feri. De az volt egyszer, volt egyszer egy ilyen, hogy nem lehet átszázni a trafi. Én is úgy tudom, hogy erre van valamilyen hogy szabályozás. Hogy látható módon igen. Kell vele, vagy a rendőrautóval, ha autóból mész, vagy hogyha kiáll az ember két lábra, hogy lehessen látni. De a lovaskocsi nem átszázás, egy csomószor elbújnak. Egy csomószor elbújnak. Hát, hát akkor a felüljáró mögé, alá, csak a jó a szemed, akkor veszed észre, nincs is ott a rendőr, csak kirúgja a felüljáról. Beállnak a hídnak a pillére alá, mész az M3-ason, már mire belenézel tükörbe, látod, hogy ott állt, ugye, mert a felüljáró másik oldalánál, amit nem látsz. Biztos, hogy meg tudják magyarázni, hogyha felelősségre vannak. De hát egy bokorból mértetek, elénőtt. Igen. Azt mondja, hogy Vásárosnaményban traktorból fotóztak. Ezt Attila küldte nekünk. És volt olyan, hogy egy MTZ-ből mérték a Szántóföld széléről, úgyhogy az eke rajta volt a gépen. Na, tessék. Na. Aha, tavaszi munkát. Persze. Na. Azért érdekes, mert van amúgy nekem a lószállító. Mindig a lószállító. És madzagon húzok el a farkát. Mozgatja a farkát, hogy élő lóban menne, a másik még nagyon-nagyon-nagyon dolgozik azon, hogy kicsit foltozzuk a költséget. És ha, ez milyen lehet, amikor bújnak egy lószállítóban? Milyen párbeszédek lehet? Miről beszélhetnek? Búj le, jönnek? Húzd meg a farkát, mozgasd a lovat? Tehát, hogy mi a párbeszéd, érted? Ez megvan? Ez egy felnőtt emberként bújsz egy traktorom vagy egy lószállítóban? Hát, muszáj pedig. Ő látja, hogy mikor fotózott le? Tehát minden egyes találatnál van egy ilyen élmény, hogy igen, meg vagy. Megcsináltam. Csípol a gép? Csinál valamit? Nem tudjuk. Csípol. Hát tudod, találatot. Van egy digitális számláló. Ja? Igen. Vagy pedig van náluk egy ilyen kézi számláló, mint amilyen, ahogy hívják a régebbi, ilyen tehetségkutató versenyekön, hogy forgatják. Egy. Kettő. Három. És föltartogatja. És forgatják. Igen. Magyarországon még azt nem láttam, Ausztriában viszont igen, amikor ilyen pisztolyszerű kézitrafival mérik. Ezt láttátok? Igen. Mi a különbség? Ez miért jó? Mobilisabb egyszerűen? Hát meg kicsit, tehát ők meg tudták csinálni, mert ez ugye az új trafi, az magyar fejlesztés, azért ekkora. Igen. És azért ilyen Yoda, ilyen IT fejű, fejű ő áll egy kicsi pisztolyjal, belenéz, mint a földet mérne, és bemér a pisztolyjal. Könnyebb irányítani, hogy kit mérjél be vele. Mert itt ezt a nagy fejet mire elfordul. Na jó, de a Véda az sokkal többet tud. Az igaz, ez kétségkívül, ha majd működik benne minden. Igen. Hát de még nem nyitottak be rajta minden. Mert az még plusz két minyon kell. Két minyon? Élem. Igen, illatos úti beton villamos megállójánál is van egy kukucskáló, onnan mérnek, Roberto. Nyilván állnak a kukucskálóval, és úgy mérnek, igen. Na jó, oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Drágák vagytok, nagyon jó. Jönnek, valaki zöld robúrt ír, hát már azért azt is nehéz elhinni, igen. Azt mondja, hogy nézzük gyorsan a közlekedési híreket, viszont mi a helyzet az utakon? Fejtető az árokban Nagykörnyizsa felé a 60-as kilométernél a Selk út előtt, az M7-esen.
vigyázzon mindenki, dugó még nincs, de nagyon nagy baleset van ott is. Erzsébet hídon Pest felé busz és autó ütközött, kisebb torlódásra lehet csak számítani, ezt Krisztián küldte nekünk. A határúti felüljáró alatt összement két autó, nagyon csúnya baleset van, ráadásul lassítják a Lőrinc felől érkezőket, vigyázzatok ott is, és a 47-es úton a 33-as körnél kister autó beesett az árokba, már úton van a segítség, de a bámészkodók miatt egy kicsit lassabb a haladás. Találtatok még? De beolvasatlan némelyik. Kőszárhegyen egy műanyag babaházból mértek guggolva. Nem tudom elhinni. Nem tudom elhinni. De kirakott egy gyerek házat az útszélén. Nagyon nagy. Nem áll. Nagyon nagy. Atya Isten. Piros Mitsubishi góla sötétített üveges ablak résnyen itt van, onnan is mértek. Robi küldte nekünk, igen. Na jó van, oké, köszönjük szépen, ezt lezártuk, és akkor mivel péntek van, így kérdés-válasz, ugye? Így van. Így van, jöhetnek az őszinte kérdések és kevésbé őszinte válasz. Kérdezz, felelünk. Ez az őszinteség órája. Mindig hosszabbra várom ezt a kis jingle-t, aztán rájövök, hogy nem. Ez ennyire. Ennyire rövid. Hogy vagytok? Jó, köszönjük. Köszönjük. Ez szépen. Volt az első kérdés, minden szuper. A jövő pénteken ismét találkozunk ebben a rólam. Köszönjük a sok kérdést. Bali előtt a kvótát. Egy kérdése maradt csak idő. Hogy köszönjük szépen. Na, jönnek a kérdések egyébként nagyon sok, úgyhogy megpróbálunk rá válaszolni. Van, aki valószínűleg nem hallgatott bennünket egész héten, az Eurovíziós karrierünket kérdezi, talán az alvilág távolított el titeket a legfőbb esélyes győzelmétől kérdezi valaki, ezért nem beszéltek róla. Beszéltünk róla, sokat nem válogatták be a dalunkat, és ezért nem tudtunk elindulni az Eurovízión. Drukkolunk a legjobbnak, menjen a legjobb, és győzön az, és egy kicsit sértve vagyunk, de mi? Aki a legjobb dalt szállítja. Vízid meg. Igen. Miért is számítottunk? Nem. Az beválogatnak, azért én mondtam csúnyákat a közszolgálati televízióról. Hát ha most emiatt nem válogattak be, akkor az nagyon amatőr. Hát akkor azt megértjük. Akkor azt tökéletesen megértjük, igen. Mit gondoltok egy esetleges budapesti olimpiáról? Örülnétek vagy sem, illetve látok-e reális esélyt 2024-ben, kérdezi Krisz. Nincs elég információnk róla. Ezt hallottuk. Igen, ismerős lehet a mondat. Hát én személy szerint én egyébként imádnám, hogyha lenne Magyarországon egy olimpia, hogyha lenne Budapesten egy olimpia, de szerintem nem alkalmas egyszerűen. Nem vagyunk alkalmasak arra, ki, hogy egy olimpiát megrendezzünk. Képzeld el, hogy ide jön 100 000 ember, vagy 200 000, akinek egyik helyről a másikra el kell menni, még ha lennének egyébként. Tehát most azt ne is nézzük, hogy építeni kéne stadiont, építeni kéne ilyen pályát, olyan pályát, mi a francból csinálod meg, bár stadionra szokott lenni pénz, de mindegy. Lehet a túszást csinálni, hogy csak az, hogy ő az egyik helyről átjusson a másikra. Hát hogy a francba? Hát nem tudsz menni. Nincs Ferihegyről a belvárosba. Kész. Hogy? A gyorsforgalom. Ja, tényleg. Igen, én se szeretném, hogy legyen, abszolút nem. Tehát ez egy nagyon szép dolog. Elképesztő költségei vannak, hihetetlen. Ugye egyetlen ország sem tudta tartani azt a költségvetést, amit előre megálmodott. Brutálisan túlhaladta mindenki. Utána minden városban nálunk sokkal szerencsésebb történelmi fejlődési városokban is azt látod, hogy rengeteg építménnyel nem tudnak mit csinálni, kihasználatlanok, elrohadnak, nincs gazdájuk, megépítették azért a 2 hétért vagy 3 hétért. Tehát súlyos pénzkidobás, olcsóbban ezt egyelőre nem lehet megúszni, lehetne kisebb költségvetési olimpiákat csinálni, de hát azért ezt még nem biztos, hogy mindenki akarná, úgyhogy én remélem, hogy nem lesz. Én nagyon szeretném, hogy egyszer eljusson oda a város, és egyszer eljusson oda az ország, de én azt gondolom, hogy most azért még máshol lenne ennek a sok-sok pénznek a helye, és nagyon sok helyre lehetne azt elkölteni, úgyhogy nem hiszem, hogy erre mi anyagilag készen állnánk jelen pillanatban, infrastruktúrálisan fejlettsége, meg aztán pláne nem, és utána ugye, hogy mi lesz ezen építmények, épületek sorsa, az is nagyon nagy kérdés. Hát ez minden országban, ahol olimpia volt, kérdés. Pont valamelyik portál hozta le ilyen összeállítást, hogy mi történt a téli és a nyári olimpiák épületeivel, úszócsarnokokkal, vívóstadionokkal, és hát nem hiszed el. Benőtte a gaz, ez rohad, az ott áll, nem tudtak vele mit csinálni, most nem tudják hasznosítani.
Igen, hát, de hogy ez a probléma volt Londonban is egyébként, rengeteg európai nagyvárosban. Ráadásul ugye a Görögországban nagyon súlyos hosszú távú következményei is lettek. Igen, és a költségvetéssel, a számolással is szerintem bajok vannak, nem bizonyított az, hogy mennyi turista jön, mert ez nem igaz, hogy rengeteg turista jön, ugyanis a turisták, amikor olimpia van, elkerülik azokat a helyeket, tehát eljönnek a hozzátartozók, a sportolók, de megnézték az elmúlt, nem tudom, 12-16 év olimpiáit, hogy abban az adott 3 hétben emelkedett a turisták száma. Nem, hogy emelkedett, nem tudom, például Londonra emlékeztek-e x évvel ezelőtt, hogy elmondták, hogy brutálisan sok áru is, nem tudom, ment csődbe, szállodákon visszaesett a foglaltság, mert hogy abban a 3 hétben nem akarsz oda menni, mert úgyis azt gondolod, hogy ott káosz van. Így van. Baromi nagy káosz van, és 3 hétig Londont egyébként elkerülték a turisták, és az a plusz bevétel, amivel London is számolt, hogy majd mennyi turista és a szállodák, és mennyi pénzt hoznak ide. Szájtátva nézték, hogy nem jött igazából kis túlzással senki. Ja. A családokon, az edzőkön, a sportolókon kívül, hiszen turistaként nem mész oda, ahol brutál nagy káosz lesz. Nem sportra jöngó, ha csak nem vagy, nagyon nagy sportra jöngó, vagy mentek. Annyi, amennyit egyébként hozott a város. Mentek persze. Rajongók, így van, mentek drukkerek természetesen, de hogy sokkal nagyobb számmal kalkuláltak, és ott jött az első pofa, hogy úristen, ennek a negyede nem érkezett meg. És rettenetes nagy bevételkiesés volt, és nem is jött vissza iszonyatos ráfizetés. Úgyhogy én nem tudom, mi lesz az eredmény, ha racionális okokat, indokokat nézünk, nem biztos, hogy ez az ország jelen állapotában kész van arra, hogy olimpiát rendezzen. Én azt gondolom, hogy egészen más hova kellene, hogy elmenjen ennyi pénz. Úgyhogy, másképp kellene megmutatni az országnak az erejét, nem így. Így van. Persze, és presztízsben nagyon jó, és egyszer tök jó lenne oda eljutnánk. Persze. Ez egy óriási dolog lenne. Hát igen, ez a válasz a térképre. Szeretnénk, hogyha Budapesten olimpiát rendeznek? Igen. Alkalmas város szerintünk arra, hogy olimpiát rendezzünk? Jelen pillanatban nem. És hát horror pénz. Szóval, hogy szerintem ez most nem szabadna. De meglátjuk, aztán már csak hárman vannak, van, aki visszamondta, van, aki visszalépett, ugye hárman vagyunk. Igen, fogyunk. Na, hogy hát egyedül maradjunk. A rohadt életben egyedül maradunk. Igen. A végén. Budapest, ne! A végén ne. Hatalmas futás lesz majd a végén, versenyfutás, hogy kilépjen vissza. És ott maradunk, egyedül. Tehát sok-sok ország, sok-sok városa rájött már, hogy ez brutális ráfizetés. Brutális ráfizetés, nem, bőven nem akkora biznisz. Ez már nyilván minden ország rájött arra, hogy akik építik, ahogy építik, az ott nagyon nagy biznisz, azoknak, akik csinálják, és benne vannak, ugye, hát azért Oroszországban is miféle mekkora korrupció, és milyen túlárazással készült el ott minden, és milyen költségek lettek végül, azoknak nyilván óriási biznisz, akik benne vannak. De nekem átlag honpolgárként az abszolút nem fog hozni, csak vinni fog egyébként a közös kasszából. Tehát szerintem, igen. Na hát ezt gondoljuk az olimpiáról. Úgyhogy meglátjuk. Hát ami ketten visszalépnek, akkor viszont baj van. Akkor baj van. Ha még hárman vagyunk, legalábbis nekem ez az utolsó infom. Nézzük a következő kérdést. Na azt mondja, hogy... Jani, meddig voltál a Mennyi 30 című műsorban? Hatházi mellett te voltál a kedvencem. Na. Jó régi kérdés, illetve ki régre vonatkozik. Hát gyakorlatilag az elejétől a végéig. Tehát ez egy HBO-s műsor igen, volt. Igen, az HBO gyakorlatilag megcsinált az első ilyen stand-up comedy show-t, szóval az értelmében ez nem volt egy stand-up comedy, tehát nem olyan jellegű volt, mint mondjuk most a Soder Club, vagy amit most a Dombiék csinálnak, vagy például a Laci is. Lacival is együtt ott ismerkedtünk össze. Nagyon sok jó fellépő volt akkor a Fábritól kezdve, a ki volt még, most a Fábrin kívül nem itt. Badár. Meg hajam is volt, elég sok, úgyhogy jó volt, szerettük nagyon, hát aztán én onnan átigazoltam ugye a Z+-hoz, és aztán meg később meg visszaigazoltam mégis, mert hogy ilyen szerkesztő lettem, később meg főszerkesztője a műsornak, aztán sajnos megszűnt. Úgyhogy nagyon sajnáltam, nagyon jó kis időszak volt, mert egy csomó tök értékes emberrel, tök izgalmas arccal, például a Litkaival, például a Hatházival ott ismerkedtem össze, és nagyon jó kis tím volt. Na igen. Tényleg egyébként jó csapatot, én ezt láttam hosszú hajjal. Ja, jó, mert fent van a megosztón. Igen. Tehát komoly országos turnék voltak, meg ilyenek mentünk városokba haknizni a műsorokkal. Nagyon jó, nagyon szép időszak volt. Mi van Feri pucsitos fogyókurájával? Nem tudom csinálni a púp. Nem, a púp miatt nem tudom csinálni, hát nem tudok feküdni rajta. Hát nem lehet a hátamon most feküdni, mert nyomom a púpot, annak pedig ugye le kell most csillapodnia, hogy vágható állapotba kerüljön. Ha magam alá teszem a derék alá a tűrcsit össze, akkor pont a púpon lehet.
Tehát a púp megakadályozza. A púp megakadályozza, sajnos nem csinálom, nem tudok nektek exakt számokat mondani, figyelj, hogy mennyivel fogna jobban az ember. Ha a Patikitől kölcsön kérnél egy ilyen aranyér párnát, tudod, aminek Lukas a közepe, és azt rászik szalakoznád a hátadra, nem jó, mert föltart nagyon az aranyér párna. És a fejem viszont leesne. Nyomítanád a hasfaladat. Igen. Azt mondja, hogy Feri, hogy kell gyorsan megpucolni egy pomelót? Késsel. Az a pomelója válogatja. Az mi fontos viszont, ez most tényleg komoly, hogy nagyon most meg, mert olyan vegyszerezés van a pomelónál, hogy megőrülsz. Tehát, hogyha például te nem mosod meg jól a pomelót, mert azt gondolod, hogy úgyis leszeded a héját, akkor amíg fogod a héját, azzal annyit beviszel a pomelóba, hogy lebontod. Ez ugyanaz a citrom meg a narancs. Igen, de a pomeló az még durvább állító. Tényleg, hogy szét a vegyszerezve? Hogy ott nagyon kemény a vegyszerezés, úgyhogy ennyi. Ha meg már belül vagy, akkor a hártyát le kell szedni a gerezdek közül, mert ez ugyanúgy hártyás, mint a narancs, csak a narancsi általában fogyasztható, a pomeló meg nagyon kemény. Ha macerás, de megéri. Ezért nem szedjük, igen. Dőjetek átra a Bali Murray Raonic, itt van egy 10 percetek nyugodtan. Na jó, van, megyek. Nem, jó, és tegnap, ha kifogad, az ellenkezőjét fogadja. Én tegnap volt a gyászolok, úgyhogy nem, én most nem, visszavonulok. Visszavonulok és átgondolom az otcokat. Én megint csak az esélyebe se tudom mondani, már Murray az esélyesebb, de Raonic nagyon jól játszik, úgyhogy elképzelhető, hogy meglepetés lesz. És Raonic győzni tud, a meccs esélyes az Murray nyilván. Rövid voltam, gyors voltam. Igen, most egy picit csalódott, és olyan gondoltam, kimegyek, csinálok egy látta kompromisszumot, de így nem. Igen. Azt mondja, hogy Feritől kérdezem, hallottál olyan csomós levesről? Ha igen, mennyire nehéz elkészíteni? Van ilyen? Van. Uh-huh. Van, kérlek szépen, ennek van egy másik neve, a csomós levesnek, azt hiszem kötözött leves, de csak annyi a trükkben, hogy a tészta csíkra kötnek egy csomót, és úgy főzik bele. Hogy mi az értelme, azt nem tudom. De van ilyen, hogy csomós leves. Van életemben nem ettem. És ez sima húsleves tészta betétel, csak a hosszúkás tésztára kötnek egy csomót, mielőtt elkezdik főzni. Semmi extra. Csak egy picit tovább tart. A macerásabb, ja. Igen. Megőrülnék, mire minden tésztára. Igen. Azt mondja, sziasztok, már nem ti vagytok a leghallgatottabb reggeli műsor, nem ti nyertetek a korrektúra szavazáson. Azért kérdezném, mert a reggeli intro is megváltozott, amúgy régi hallgatótok vagytok. Köszi, hogy feldobjátok a reggelt. Korrektúra szavazás. A rádiós korrektúra szavazás, igen. Ez egy érdekes dolog. Ezen mi nem indultunk. Nem indult el a rádió. Nyilván a rádió tulajdonosa, vezetősége meggyőződése szerint döntött erről, hogy ők nem akarnak ezen elindulni. Aki követi azért az eseményeket, az össze tudja rakni a mozaikokat, hogy vajon miért nem indult a Klassz FM, ugye a rádiós korrektúra szavazásom. De ha indultunk volna, és bármelyikünk nyert volna, akkor se reklámoznánk ennyire szét, mint ahogy azt más adók teszik egyébként saját magukról, de hát ha hallgatottsági adatot nem nagyon tudnak felmutatni, akkor nyilván a rádiós korrektúrán elért szavazatokat kell mondani, ami egyébként remekül szolgálja azt, hogy kicsit megtévessze a hallgatót, hogy ki a hallgatott, vagy ki a leghallgatottabb, de mi ezért nem indultunk. Nem indultunk. Nem. Illetve van még egy praktikus oka is, hogy miért nem indultunk. Nekünk bent a szerkesztőségünkben úgy képzeld el, hogy ilyen lebegő polcok vannak, és ezeknek a terhelhetősége ez limitálva van. És most már nem tudunk rárakni több díjat, meg leszakadni. És ez. Igen. Úgyhogy ez az oka igazából, hogy mi ezt nem mondjuk. Évek óta tart ez a rádiós korrektúra szavazás, és a Klassz egyébként már több éve úgy döntött, hogy nem indul el ezen a közönségdíja megméretetésen szavazáson. Ja. Kihagyjuk. Így van. Igen. Jani, van-e más munkád a rádiós műsorvezetésen kívül? Silinder kérdezi. Nem, én csak egy ilyen szimpla naplopó vagyok. Bejövök ide. Nem legyen paranoiát, nem volt rossz indulatú kérdés, csak kérdez, ő szeretni tőled megtudni. Soha nem tudjuk sajnos. Meg, de hogy egyébként... Nem ez volt az első gondolatom. Nincs. Látod, ez a lelki beállítottságottól függ. Hogy félig tele van a poár, vagy félig üles a poár. Ugyanarról a kérdésről valaki azt gondolja, egyből rossz indulatú, én meg megkérdezem, mert lehet, hogy ő meg egy vidám, aranyos, helyes, mosolyogó srácot láttam érdeklődni. Igen. De egyből egy gondolat, hogy támadás. Tehát ez egy lelki alap attitűd, ami nem lehet így a világhoz hozzáállni, hogy egy árhatlan kérdés. Veszek a Balázs meg a Feriá. Na, a paranoiát. Aztán a Lehetne. De nem, egyrészt nem igénylem, másrészt meg azt gondolom, hogy nem kell az embernek mindent csinálnia mindenhol, mert hogy egy idő után már mondjuk így a minőség rovására megy. A következő SMS-ben természetesen megkérdezted, hogy de hol van a minőség. Igen.
Azt mondja, hogy Bali bajod van, Gyokóval, meglátod, üdv a szerva a világ, köszönöm szépen. Ez Feri... csak egy óvatos figyelmeztetés. Igen, Ferinek bevallottátok már, hogy átvertétek a teniszfogadásokkal, mennyit vesztett, kérdezi Kitty. Hát most egy 20-ast, 20-asnál megálltunk. Igen, volt egy ilyen kószatervünk, aztán nem csináltuk egyszer el, később jöttél be egy megszólalásról, és mi eldöntöttük, hogy az első egy hétben jó tippeket mondunk neked az Ausztrál Opera, és a második amikor, a héten, amikor belelkesedsz, és már sok játékpénzt nyertél, elkezdjük veled elveszíteni. A dolog ugye, hát ott szólt közben, hogy már az elsőtön is rossz tippeket adtak. Igen, picit összezavarodott, hogy most melyik hét páros, vagy páratlan, melyik a jó, melyik a rossz, nem tudom. Nem volt mit növelni. Igen, egy szolid 20-assal indítottuk meg, ugye 20 játékpénzzel, az volt egyébként a cél, hogy azt bizonyítsuk, hogy te mekkora géniusz vagy. Na, ez nem sikerült. Nem, hát ez most ezen a héten a tippjeim azok kevésbé jöttek be. De most mondom, Möri, nyugodtan, ha gondolod. Vagy Raunic, ugye? Igen, ugye. Bali, gondolkoztál már az, hogy megvásárolod a TV2-t? Ezzel nem gondolkoztam. Nem, mert már megvetted. Már megvették. Nem gondolkoztam. Hát az más liga, más foci. Azért nem. Miért gondolkoztam volna? Nem akar senkinek a tyúk szemére lépni, nem, hogy baj legyen belőle. Na, az meg a másik, hogy én kis focit játszom. Nem, meg hát hogy is jönnék egyébként, igen. Jól van. Hát ezek voltak már. Nagyon sok kérdés egyébként, csak még játszanunk el. Köszönjük szépen, nagyon drágák vagytok. Kérdezi még valaki, ezt gyorsan megválaszoljuk, miért van az, hogy az újságírók bármit megírhatnak következmények nélkül, rólatok is írták már, hogy halálos betegek vagytok, Lajcsiról, hogy felakasztotta magát a börtönben. Előre is köszi a választ. Hát ezek nem biztos, hogy én azt gondolom, hogy újság azért ilyet nem írt meg, például, hogy Lajcsi felakasztotta magát, ezek mindenféle ilyen reklámtevékenységet folytató oldalak inkább, amit ugye nehezebb is számon kérni, letiltani, beszüntetni, ahol vadásszák a lájkokat, tehát én azért ilyet újságban nem láttam, annak komoly következménye lenne. Nem az volt, hogy az öngyilkosság megfordult a fejében, mintha valaki írt volna ilyet. Az igen. De hogy halálos beteg az ember, ilyeneket mondom, inkább ilyen Facebook oldalak írnak meg, akinek ugye hát azért baromi nehéz igazából ezt letiltani, vagy elérni az üzemeltetőjét, de újságok ilyet nem írnak, hogy valaki halálos beteg, ha nem igaz, vagy felakasztotta magát, hát ilyet én azért ekkora hazugságokat nem olvasok. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Nem, nincsenek. Meg hát azért van ennek egy ügyes módszere, hogy olyat is leírsz, ami nem igaz. Tehát, hogy ugye külső forrás, meg nem erősített, ha már ezt beleírod, akkor igen. Gyakorlatilag védve vagy. Vannak sokkal fontosabb dolgok is az életben, mint az. Igen, a hír igaz. Február 15-én folytatódik a Walking Dead 6. évada, és aznap már lesz szinkronos verzió is. Ezt is többen kérdezték. Igen, de jó, várjuk. Baromi unalmas, de jó, na, abszolút. Nem szeretjük. Történjen már benne valami. Messze a parlamenti közvetítés. Az igen. Ez a Walking Dead körülbelül nagyjából ott. Hét és ott is igen. Valahogy már. Na jó, van, drágák vagytok, köszönjük a kérdéseket, játszunk, itt van a hallgatók, Mári is hármasugrást. Játszunk valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Sziasztok, Aliz vagyok Gyuláról. Szia! Hello, Aliz! Mit hallottunk, mi volt a mix? Enya, első emelet, megért. Meg is vagyunk, Enya is volt, első emelet is volt, igen, ügyes vagy. Mit csinálsz, Gyulám? Podrászkodom, és ismerem a Gyuri bácsit, a Gyulai. A Gyulai őrünket, a határ őrünket, a vadász Gyuri bátyánkat. Mi van vele? Hát szoktam látni, minden nap jön a piacra, a boltba találkozunk, úgyhogy jól van. Jól van. Igen? Örülünk. Csokoltatjuk, mondd meg neki, jó, ha látod. Oké, átadom. Add át. Régen beszéltünk vele, de akkor örülünk, hogy jól van. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy... Szerintem lájtos. Igen, kifejezetten úgy raktam most össze. Nem, a hét elejét az bebukták folyamatosan a hallgatók, úgyhogy most egy nagyon picit szoftosítottam. Kicsit izgulok, úgyhogy szeretném, ha kicsit könnyebb lenne. Nincs segítséged, senki? Hát most kijöttem a fodrászatba, hogy ne visszhangozzunk, úgyhogy bent ülnek a vendégek. És ott ülnek, hogy várják, igen, hogy levágd a hajukat. Igen, és ezt kezdtem a hajvágásra, annyira izgultam. Tényleg? De miért nem maradtál bent? Hát akkor többen tudjátok megoldani. Nem, mi szangszunk. De igen, kimegyek. Hát halkítsátok lejjebb a rádiót, hogy ők azért hallják. Üljétek körbe, mint régen. Rágjátok a körmötöket. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Melyik világhírű amerikai énekes lágeré a Purple Rain, a Bad Dance és a Cream? Valaki tudja? Már bocsánat. Nem, már. Még egyszer a zenéket. Mi a zene nevet küldtem? Purple Rain. Úristen, nem már. A Bad Dance és a Cream. Hát,
Prince. Igen, igen. Na, jól van, ki igen, volt? Igen, az egyik vendégem. 20% kedvezmény neki mára. Így van. Okay. Igen, ingyen mosás, ingyen szárítás, ingyen ondolálás. Oké, okay, menjünk tovább? Igen, persze, természetes. Miért vagy ennyire magabiztos? Hát, igen, az első kérdés. Ha már bejutottam, akkor miért ne? Ja, de jó. Hát ott van a vendég. Így szól a második kérdés. Hogy hívták Dr. Búvó asszisztensét? Ursula. Jó. Nem Ursula. Ne. Ursula. Nem fogom megint a kérdések második felét, ha nem olvasod be. Ezt mindenki tudja. A Dr. Búvó asszisztensét, a kérem a következő című rajzfűs. Nem, Dr. Búvó asszisztensét. Jó. Na fáradt bagot. Mikor volt? Igen, az utolsó kérdés ki volt? Menjünk tovább? Igen, igen. Én szűrök, én fejben előre olvasok. Lecsippentem, hozzáteszek, érted? Ez egy szakma. Ez egy szakma. És beleírsz egy fölösleges dolgokat. Mindenki tudja, hogy miről van szó. Menjünk, menjünk. Ki volt az első magyar kosárlabdázó, aki? Aki pályára lépett az NBA-ben. Vendég? Vendég valaki. Két fiú van és egy lányuk. Na, a fiúk ezt biztos, hogy tudják. Fiúk, jó magas fiú is van. Úgyhogy neki biztos kosarazik. Nem, Ádám. Az jó volt, az irány az jó volt, nem, Dávid Kornél volt az első. Tényleg. Uh-huh. Dávid Kornél így van, jó régen volt. Játszott az NBA-ben. Hangáda még előtte van ennek a sztorinak. Nagy szám volt az akkor, igen. Oké, figyelj, indulnak az ajándékcsomagok, tiki-taki, figyelj. Oké, de akkor mind a négyen múmozni fogunk. Hát az belefér simán. Egy, három. Az a baj, hogy a szoftver a nevetése nem indul el, csak a bumra. Hogy szólt ez? Kétszer, tudtok bumozni. És ott ültetek. Bum! Húj, na, léci. Lassan indult el. Hallom, visszamentél közben az üzembe. Hát igen, muszáj volt, hogy mindenki szerepeljen. Igen. Hát nálam nem. Nem áll! Nálatok? Villog? Senki? Semmi? Semmi. Nekem a princes kérdésen lefagyott. Nem, sajnos nem ad a szoftver, a személy. Na mindegy, köszönöm, hogy játszhatunk. Hát mi köszönjük? Puszi a Liz. Köszi, sziasztok! Hello, szép napot! Hello. Igen, volt nehéz. Nem. Igazad volt, nem volt nehéz. 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc múlva jövünk mindjárt. A nap legjobb pillanataiban. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-4-10 lesz, pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel, vagy hát legalábbis egy részét. Korán reggel egy kicsit komolyabb témával indítottunk, ugye szerintem sokakat meglepett a vörös iszap per ítélete, ugye elsőfokú bírósági ítélet. Erről beszélgettünk egy kicsit, és utána vendégünk volt itt a stúdióban, Tóth Zoltán, aki barista. És nagyon kedveljük őt, néhány évvel ezelőtt már járt a Morning Show-ban, akkor hozott kóstolni való bizonyán. Most meg ugye? Nem is jön többet. Hát, mindegy, áttesszük egy másik polcra. A Koffein ünnepéről beszélgettünk egy kicsit, mert hogy hétvégén az egész országban, és itt a fővárosban, és a Koffein ünnepelhetjük, és számos rendezvény lesz, és egy kicsit beszélgettünk a kávézásról, egy picit a teákról, és hát elmondod egy-két érdekes dolgot, hogy például a svédek mennyire ebben is előttünk járnak. Úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Jani, ma reggel ez a kompromisszumos kávét nem volt rossz. Tényleg nem ugye, volt rossz. Ugye, hogy fincsi volt? Nem volt rossz. Gyerekek, benéztük, volt egy lángosunk, aki nem küldött más, meg volt egy baristánk, aki nem hozott semmit kóstolni. Tehát nem a mi reggelünk. Pedig nem véletlenül hívtuk meg. Igen, aztán hát a piac kicsit javított, nagyon drágák voltak, küldtek nekünk lángos, de már nem volt szerencsénk a vendégeinkkel, se a játékosainkkal, se a vendégeinkkel. Hiába volt ez a célirányos téma felvetés. Több irányból is. Tudjátok, mi a műsort úgy szerkesztjük. Jani, mennyi van még a kávéval? Fogyó van. Laci, hívj egy baristát. Valami édesebb? Kézi csak így gyártó? Kézi csak gyártó, semmi? Se egy torta fesztivál, se semmi. Aggódjatfáj, mi lesz itt velünk? Gábor, hello, jó reggel. Jó reggel, fiú. Klassz napot mindenkinek. Képzeljétek, úgy tűnt... Jézus már, kíváncsi műsorban ilyen robotüzemmódon vagytok? Bevezettünk egy új köszönést, ezzel mi a baj? Ja, hát annak idején gondoljatok bele, kölyökörünkben hányfajta köszönéssel találkoztunk? Cső, csáó, csá, hát hányal? Egyébként úgy tűnik, hogy megmenekül a magyar futball.
bajban van? Tátott szájjal néztek. Nem, pont, hogy megmenekült, talpra áll. Tudjátok miért? Az abaházi Rómeó az én keresztfiam. Igen. Egy nagyon kiemelt csapatban lett kapus. Ja, és ezért nincs most ezért az abaházi. Azt mert hogy az összes többi országban befejezik ezt a sportot. Ne, hát az is lehet. Egy több mint egy hétvégén át tartó foci kupára utaztak el. Uh-huh. Na? És a Rómeó kapus. Úgyhogy úgy néz ki, hogy megmenekült a magyar futball. Aha, már csak pár évet jó kell várnunk, amíg felnőnek aha a kölykök. És Csabi is ment velük? Persze. Ő hát a kísérő. Érts, az egyik. Szabi egy hétig szabadságon. Meg hát ennyi, el kell tölteni ennyi, ezt a rengeteg szabadságát. Ennyi szép ideológia, hogy gyerek, meg foci, meg verseny, kivet egy hét szabadságon. Egyébként a ti kölykeitek mit sportolnak? A ti kölykeitek? A kölykeim? Bocsánat, bocsánat, akkor ki áhítatosabb. Te született jó, akkor másképp, bocsánat, másképp mondom. Mit sportolnak? Soros senkivel. A ti ivadékaitok. Jó, másként mondom, a gyermekeitek mit sportolnak? Én a kölykeim, én simán rögök. Ferenc, a te gyermeked? Az enyém a kézilabdázik, a hölgy, a úrfi pedig szertornázik, focizik és karatézik. Jó, mondjuk a másik véglet a hölgy meg úrfi. Tehát ugyan azért, hogy lőjük már be a közepét azért a János, a te gyermeked. Az alulövésnek és a fölülövésnek a hölgy és az úrfi, illetve az ivadékait közé tegyük már be, hogy a gyerekem, a fiam, a lányom, tehát valahogy próbáljuk meg a középutat megtalálni. A kis hölgy, az úrfi és az ivadékait közé, valaki lőjön már be. Mi van a kis csótányokkal? Te született, te családra születtél, Gábor. Azt kell, hogy mondjam, hogy én csodálom, hogy neked még nincs gyereked, már legalább 4 kéne, hogy legyen. De tényleg, tehát, hogy így kinek kölyke, mit csinál. Hívjuk a naphallgatóját inkább, jó? Én nem mondom el, hogy nálunk az úrfi mit csinál. Kis úrfi. Kis úrfi. Így hívod őket otthon is? Dehogy is, szarosok, így kis szarosok, gyertek ide, kis pofonért, de nagyon gyors. Balizsó? Az bizony. Sziasztok. Hello. Szia. Sok témánk volt, hozzászóltál, Barna. A televíziókról is beszélgettünk. Ma több ilyen rövid kis témánk volt. És azt írtad nekünk, anyáméknak hangvezérléses tévéje volt, fiam, kapcsolt ki. Fiam, kapcsolt át. Ezt írtad nekünk, Barna, mert a tévékről is volt szó ma reggel, úgyhogy mondtad, hogy Morning Show, küldenénk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Jó, köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket, merre vagy? Kecskeméten. Kecskeméten. Jól van. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Köszönöm. Szép hétvégét neked. Hello. Hello, hello. Mi a recept? Hát olyat kaptam, a csomós tészta, mi a gyerekek. Na. Hát, hogy valóban ugye megkenik ezt egy ilyen hagymás fűszeres cuccal, zsírral, azt összehagyják, és úgy, de én azt mondtam, hogy a csomózás van benne. Az igaz volt. De nem ezt hoztam, ez lesz majd akkor jövő héten egy jó csomós tészta. Házi hamburger gyerekkel. Ó, ez jól hangzik. Gyerekkel csinálós házi hamburger van. Itt nagyon fontos ilyen hús-zsír arányok, meg ilyesmit, mindent tisztázunk, és egy nagyon jó szaftos burger készül, és azért jó, mert tényleg a srácok tudják pakolni. Én ezekben így szerelmes vagyok az ilyen. Úrfi burger. Egy úrfi és burger. Egy nem nálunk, a zsivány burger néven fut, mert a zsiványok készítik. Időben 3 perc, 4 perc, vagy esetleg megbántatlak egy 6 perces elkészülési idővel. Hát az attól függ, hogy mire gondolsz, mert én például véresen szeretem, én 2 percig sütöm mindkét oldalát. Hamar megvan. De nem, a kell állni, hogy ne egy picit a húst, hogy összeálljon. Úgyhogy így egy órával előtte legalább be kell gyúrni. Na, egészen megnyugtató időintervallum, hogy egy óra. Ki kell sütni, aztán a többi hozzávalót fölpakolni, de az a lényeg, hogy az ilyen gyerekes dolog, rá lehet nevelni egy csomó mindenre a srácokat. Én azért szeretem az ilyesmit. Nyilván ne ő süsse még 4 évesen a húspogácsát, azt csináld meg te, de a többit már ők össze tudják rakni. Nagyon jó. Ott van a Facebookon a kép. Kint van? Kint van. A kép is meg a recept. Nézzétek meg. Jól van, jó munkát neked. Jó. 555-55-00, ha szeretnétek Gabitól dalt kérni, tegyétek meg. Mi pedig jövünk hétfőn 6-kor. Szép hétvégét mindenkinek. Klassz napot. Sziasztok. Szevasztok. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.